Starban Star All Stars. Szombat esténként a TV2-n. Magyar ökölvívósport utolsó olimpiai bajnoka, aki 1996-ban ült fel a trónjára, és azóta nem állt fel onnan. Kovács István Kokó 1970-ben született Kőbányán. Élete első 14 évét is itt töltötte, a Pongrácz telepen járt óvodába és általános iskolába. 10 éves kora óta sportolt rendszeresen, és az ökölvívást is Kőbányán kezdte. Szülei válása miatt az ökölvívásra nem néztek családtagjai jó szemmel, ő mégis ezt a sportot választotta, és 1988-ban junior Európa bajnok lett. Innentől pedig szinte töretlen volt a karrierje. Bár a 92-es olimpián csak bronzérmes lett, és ez az eredmény majdnem Kokó pályájának végét jelentette. Hónapokra abbahagyta a versenysportot, de kitartó, szisztematikus felkészüléssel 4 évvel később Atlantában már magabiztosan lett olimpiai bajnok. Ezt követte a profi karrier, és miután megnyerte a WBO világbajnoki címet, jött az a bizonyos argentin Chacon elleni címmeccs, amit kiütéssel az argentin nyert. Ezzel megpecsételődött Kokó sorsa. Röviddel ezután bejelentette visszavonulását, ám a boxot azóta sem hagyta el. Ő nekünk örökre a box koronázott királya marad. A mindenit. Jó kis nap lesz. Meg is jött a bajnok úr. Kokó. Jó reggelt. Szia. Szia. Örülök, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást. Hova? Welcome drink. Bárhová pakolj le, érezd magad otthon. Fogunk eltölteni egy napot egymással. Mi az, amit innál? Egy kávét hogy megyek? Kávét, szuper. Innen lehetem? Van laktózmentes. Az anyélik. Vaníliás a kék. A pink latte az laktózmentes. Ez a latte? Nem, bocsánat. Ez jó. A latte az nem laktózmentes. Ez laktózmentes. Érzékeny vagy a laktózmentes? Nem, semmire. Nem, igen. De jó. Bár most jött először ki, voltam allergiavizsgálaton és barlafű. Tűzszörök, mint nekem nagyon 50 fölött elindít. Igen? Nekem gyerekkorom volt a tart. Jó, készültem egy jó kis Sauvignon Blanc-nal. Burgenlandból hoztam neked, hogy legyen egy kis... nincs? Ígyunk ezt most? Hát, szerintem... Most vagy majd vacsorára. Sauska küvé. Káprázat. Káprázat? Most? Krisztián, akár most is. Mert teszek ki egy-két kaját, egy-két finom ételt. Reggeli? Láttam olyan műsort, ilyen Párizsunk van. Mindig elmondom, gyerekkoromban újnyi vastagon vágtuk a Párizsit. Nem volt még előre szeletelt, olyan vékony, hogy nem látod, amire ráteszed a zsömlére, elszakad. Újnyi vastagon vastag vajja, rá a paprika. Nem? A gyerekkoromból a bundás kenyérre emlékszem. Bundás kenyér teával. Mi, hát a gyerekkoromban nem, de aztán, amikor nagyobb lettem, akkor rászoktam a paprikás vajkrémes bundás kenyérre. Borzalmasan hozik, de mi nagyon szerettük. Tipikus kovácsféle bundás kenyér. Igen? Igen. Az a helyzet, hogy elég érdekes sport ez a box. Nem olyan, mint a foci, hogy mindenki nézi. Magyarországon én azt gondolom, hogy két ember miatt kapott kiemelt szerepet, három, nem akarom elvenni Madártól sem az érdemet. Nagyon szeretem őt, Papp Laci bácsi és te. Az utolsó olimpiai bajnok, Papp Laci bácsi volt az első. Nem az első volt. Nem az első? De volt Harangi, Kocsis, de voltak többen, de... De a legeredményesebbek, ti ketten voltatok. Az ugye megítélés kérdése, hogy más időszakban volt Papp Laci bácsi és te.
Én azt gondolom, hogy te eredményesebb voltál, mert neki nem volt lehetősége a profi boxban bizonyítani, viszont neked igen, és amit ott elértél, az egyedülálló szerintem. Talán Nazim Hamed, aki a profi boxban eredményesebb volt. Nem, ez sokkal. Én azért profi ökölvásban nem tudtam olyan karriert befutni, tehát legyünk reálisak, én megnyertem ugye... Hát de hányszoros világbajnok vagy? Nem, én hát a profi ökölvásban nincs olyan, hogy hányszoros. Tehát, hogyha... Hát a címvédés az nem azt számít, hogy... Nem, hogy a nagyon furcsa, profi ökölvásban a hányszoros az úgy mérik, hogyha elvesztetted és újra visszanyerted. Tehát hogyha megtartod az egyszeresnek számít? Igen, az igen? Egyszeres, aki megvédte a címét ennyiszer. De az világbajnok. Akkor hányszor védtem már a címet? Én nem sikerült megvédeni. Én megnyertem 2021. januárjában, és az első címvédő mérkőzésemen Csakon ellen kiüzéses vereséget szenvedtem, és utána már nem volt módom a visszatérésre, mert olyan úgy alakult az egész az életem, a belső motivációm, a külső motiváció az univerzum oldaláról, hogy nem volt mód és lehetőség a folytatásra, és akkor 32 évesen én a vereség után még volt két mérkőzésem, és befejeztem a bunyót. Tehát a profi ökölvásban én ott vagyok a legeredményesebbek között, meg a nevem akkor is bekerül akár tetszik az embereknek, akár nem, van, akinek nem tetszik, de ettől függetlenül én vagyok az első magyar profi ökölvívó, ugye Laci bácsinak nem volt rá módja. Ráadás olimpiai bajnok. Én vagyok az egyetlen majdnem Európában, Mate Pavlovnak van még ez meg, és azt szerintem másnak nem, hogy ez a jugoszlávok kiválósága, aki minden létező címet megnyert. Tehát az amatőröknél is Európa bajnok, világbajnok, olimpiai bajnok, és a profiknál is Európa bajnok, világbajnok. Tehát én meg az egyetlen, aki ezzel, vagy a Mate Pavlovval ketten vagyunk, akik ezzel rendelkeznek. De nem lehet összehasonlítani ökölvívót. Tehát az, hogy ki volt a jobb bunyós, Erdei Zsolt vagy én, vagy ki volt a jobb bunyós, mondjuk Laci bácsit emeljük ki, mert ő egy olyan legendája a magyar sportnak, hogy ő vele nem is illik bárkit is összehasonlítani. De azt tesz valakit legendává szerinted, hogyha az olimpiát megnyeri? Mert nekem van egy olyan érzés. Madár is legenda. A madár, amit elért a pályafutása alatt. Igen, és ő nem nyert olyan piát. Az, hogy ennyiszer megvédte a címét, az, hogy egy másik súlycsoportban és egy másik szervezetben is világban nyert, tehát ezek olyan dolgok, amiket az ökölvívó milliói nem érnek el soha. Tehát ez nem is kérdés, hogy ő is legenda. Ez nem... Ez egy nagyon furcsa dolog, mert... Két sportolót akkor tudsz összehasonlítani egymással, hogyha egymás ellen méred őket meg. Tehát két bunyós között az a jobb, aki a másikat legyőzi. Igen, ez fontos, hogy ez súlycsoportban legyen. Igen, tehát az, hogy ki volt jobb bunyós, Mohamed Ali, vagy Roy Jones Jr., vagy Oscar De La Hoya, vagy Manny Pacquiao, hát ezeket, ez ízlések és pofonok. Tehát tényleg nem... Ugye van mindig egy úgynevezett pound for pound lista, hogy azon most éppen a japán Inoue, vagy esetlegesen Usyk, vagy Tyson Fury, vagy ki van éppen az élen, ez egy olyan szubjektív értékítélet, amivel nem is érdemes foglalkozni. A lényeg az, hogy szerették a meccseinket. Nagyon sokat tettél hozzá, tehát egy ország ült a tévé előtt, amikor a mérkőzésed voltak, elképesztően szimpatikusan és értelmesen nyilatkoztál, szóval egy nagyon szerethető alakja lettél az ökölvívásnak, miközben ugye van egy percepció az ökölvívókkal kapcsolatban. Viszont úgy látom, hogy nagyon-nagyon nehezen dolgozott fel a kudarcot, és ennek ékes bizonyítéka, hogy az olimpiai bronzéremnél, ami elképesztő eredmény, te azt mondtad, hogy abba vagyod, mert ez kudarc számodra. Igen. Hát én vagy háromszor, vagy négyszer hagytam abba az ökölvívást, a teljes pályafutásomat. Az első, amikor abba hagytam, az még 1986-ban volt, amikor egy Nagy Imre nevű bíró, Isten nyugosztalja, szegény már nem él, egy nagyon rendes ember volt, nagyon szerettem. Esztergomban a serdülő vagy ifi magyar bajnokság elődöntőjében egy megnyert mérkőzésen az utolsó menetben orvérzés miatt leléptetett. És én ezt olyan igazságtalanságnak éltem mondjuk meg. Mondjuk ez az? Mondjuk hogy? Ez igazságtalan. Hát igen, de ez a szabályoknak megfelelt. Ja, amatőr szabályoknak megfelelt. Hát igen, mert hogy a vérzik az orrod, és az orvos úgy ítéli meg, és még az is lehet, hogy egy nőgyógyász volt az orvos, aki megállta a vért, és azonnal sikított. És akkor én abba is hagytam, és egy két hónapig nem bunyóztam. Aztán utána 1989-ben is abba hagytam egy-két hónapra, mert hogy nem engem vittek ki a 89-es VB. Akkor már junior Európa bajnok voltam, a magyar bajnokságon legyőztem a Váradi Jancsit, tehát már járt volna mondhatni a válogatottság, de még mindig őt vitték ki
az aténi Európa-bajnokságra és aztán a moszkvai világbajnokságra, és én úgy megsértődtem, hogy rendszerváltás előtt vagyunk közvetlenül, hogy én diszidáltam Svédországba, aztán két év után hazakódologtam. Diszidáltam. Én úgy döntöttem, hogy igen, akkor engedjük el ezt az egészet, és én kimegyek Svédországba a nagybátyámhoz, aki Norrköping mellett élt, és én kimentem, és hát két hét után én nekem olyan honvágyam volt, hogy azonnal visszajöttem. De mi számít egyébként, mennyi időszakon belül jöhetett vissza egy disszidens? Hát én legálisan mentem, de útlevéllel, nem átszoktam a határon, nem én, akkor én kérvényeztük, és 89-ben már azért nyitott ez az egész történet, már nyitottabb volt, és én kimentem Svédországba a nagybátyámhoz, de én azzal a céllal mentem, hogy nem jövök vissza. Aztán és mi történt abban a két hétben, hogy meggondoltad magad? Én éltem ki Németországban 4,5 évet, egyetlen percig nem volt kérdés, hogy hazajövök. Éltem ki Svájcban 2 évet, több mint 2 évet, egyetlen percig nem volt kérdés, hogy hazajövök. Hát nem lehet két hazád, ez Hobó is megénekelte. Uh-huh. Tehát nekem ez a hazám. Tehát én bárhol voltam, bármire jártam, mindig az volt bennem, hogy jó itt. Tehát én tényleg a Genfi-tó, a Löklömó partján, a tóra néző házban elképesztő életünk volt 2 éven keresztül, és egyetlen egy meg se fordult a fejembe, hogy hány évet kell itt maradni, hogy megkapjam a B-permit utána a következő lépést, a svájci állampolgárságot, mert nem. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy én magyar vagyok, itt éltem, itt is fogok meghalni, és ha nincs dolgom külföldön, már pedig most jelenleg nincsen, akkor itt is kell élnem. Ha van dolgom külföldön, mint hogy volt a németeknél 4,5 évig a profilkövívás, vagy Svájcban az AIBA, a későbbi IBA-nek a főtitkári pozíciója, akkor ott kell élnem. Akkor kozmopolita vagy. Nem szerettem ezeket a bélyegeket, én vagy bármit, én nem vagyok se liberális, se... De az, hogy kozmopolita mindenhol megtalálja magát, és mindenhol tud élni, hol feladatot kap, azt mondom, egy pozitív jelző. Ahonnan én elindultam, ez egy nagyon zárt közösség volt, és nekem viszonylag későn nyílt ki a világ. Én 16 évesen utaztam először életembe külföldre, a festői Észak-Koreában, mármint válogatott ökölvívó. Voltál Észak-Koreában? 3 hetet voltam Pyongyangban. Tehát nekem az, hogy a Duna túloldalán... De már akkor is ugyanilyen, sőt, akkor még durvább volt a diktatúra. Nem tudom. Nem érzékeltetek semmit benne? Nem. El is voltunk zárva, tehát ott egy két tornyú szállodában a Csangvangsangban laktunk a zsarnokkal szembe. De nem volt előre megmondva, hogy kinek kell nyernie? Tehát, hogy ennyire nem volt durva? Nem. Hát ez egy ifjúsági barátságverseny volt, ahol az egykori szocialista országok versenyzői indulhattak, orosz, bulgár, jugoszláv, cseh, csehszlovák, pontosabban lengyel, magyar, kubai, észak-koreai, Vietnám talán, tehát ezekből az országokból jött össze a verseny, és csak hogy a világ kinyílt számomra, ez volt az első út, ahova eljutottam, aztán hamarosan ugye a stabil válogatott lettem, junior Európa-bajnoki címet nyertem, meg nagyon sok versenyt megnyertem, körbeutaztam az egész világot 18-19 éves koromig, azaz kinyílt a világ, és megláttam azt, hogy nem csak, mint ahogy Győzike énekeltem, akkor kiment a Mária Stimfer Fasséra. Akkor mesélte, nem tudom kinek a barátjának, hogy megláttam itt a Mária Stimfer Fasszén, hogy ez bizony nem a mi falunk. Ez volt édes élet, és ráadásul a tévében mondta, igen, hogy Mária Stimfer Fasszén. Igen. Na tehát én is, amikor kimentem a Mária Stimfer Fasszén, és rádöbbentem, hogy ez nem a pongászterem, akkor iszonyatosan boldog voltam attól a tudattól, hogy honnan, hova jutottam. Most arra 54 éves koromra elértem oda, hogy több mint 100 országban jártam, volt, mondtam, ugye két olyan ország, ahol húzamosabb időn keresztül éltem, és pontosan tudom, hogy nekem annyira erősek a gyökereim, hogy nekem itt vannak azok a források, amiből én fel tudok töltekedni. Bárhol is vagyok, ott mindig külföldön leszek. Tehát én soha nem leszek Svájcban otthon. Az otthon az ott van, ahol születtél, ahol ismered minden utcának a nevét. Itt nem kell navigáció nekem, itt mindenkit ismerek, engem is mindenki ismer, tehát ezek olyan... A Radnóti Miklós nem tudhatom. Igen. Hát nekem szülő hazám. Így van. Itt tényleg minden sarkot ismerek, és ha rálépek a kőre, hogy ne feleljek aznap, akkor... Szóval... Ahonnan indultál, és ezt tök jól mondod, ahova jutottál, Kőbányáról, egyébként Hofi is Kőbányáról indult. Csicsolinának összetett. Ő egy telepen, mi egy telepen, a Hofi egy telepen arra volt, ugye a Pongrácz telep, ez két részből áll, van a Pongrácz 9, hogyha a Salgótarjáni út oldaláról nézzük, akkor először vannak ezek a
kis földszintes, nagyon egyszerű kis parasztházak, ez a Pongrácz 9. Ott is vannak két emeletesek, de nincsenek ezek a négy emeletes, mint a... És akkor van a Pongrácz 17, ahol én nőttem fel. Na, az a... Az a kemény? Az igen. Ez egy jó, hát ez egy csodálatos hely volt. Most a film miatt, ugye készül rólam egy dokumentumfilm. Az RTL Plus szövegem. Forgattunk ott sokszor, és ott volt lehetőségünk abba a lakásba is bemenni, abba a 27 négyzetméteres lakásba, ahol én felnőttem. Ki fog alakítani téged? Nem tudom. Tehát ugye ez egy... De ez dokumentumfilm? Ez nem egy olyan, mint a Királyhelyezem? Jó volt a kérdés, mert hogy van ugyanaz a Kovács Dani csinálja, mint az Ambo Jimmy filmet. Tehát itt is lesz egy fikcionális rész, amit valaki eljátszik. Egy gyerek eljátsza majd azt a részt, amikor én rátalálok az ökölvívásra. Egy gyerek eljátsza azt a részt, amikor engem nem avatnak úttörővé, mert hogy a csőe, a csirkeölő egylet, ennek én voltam a vezetője, ugye megöltünk itt egy pár csirkét a MÁV telepen, és ennek egyik folyamányaként nem lehettem úttörő 1980-ban 10 évesen. Szóval lesznek olyan részek, amit eljátszanak valakikkel, vagy valaki eljátsza, de én nem láttam a filmből még semmit. A film kész. Készen van? Azt hiszem a négy részből az első kettő, de az első az egész biztos, mert kaptam egy nagylelkű felajánlást, hogyha gondolom, akkor nézzem meg előbb. Megmutatják, hogyha van esetleg, és én mondtam, hogy nem. Ez nekem egy akkora ajándék az élettől, mint egy ilyen karácsonyi ajándék, és a karácsonyi ajándékot 24-én élik felbontani, nem 20-án, hogyha lehet, úgyhogy én megvárom a vetítést. Na szóval Kőbányáról, és nagyon nehéz gyerekkorod volt. Nem. Hát az, hogy apa nélkül felnőni, azt szerintem nem, az nem könnyű. Apa nélkül felnőni biztos nehéz, hogyha valaki mondjuk 6-8-10 évesen elveszíti az édesapját, biztos nagyon nehéz. Ha valakinek soha nem volt édesapja, akkor nem tudod, hogy milyen lehet valakinek az élete, aki azt a valamit, amiről azt hiszik, hogy elvesztette, azt nem is ismerte. De azt látod, hogy az osztálytársainak ott van az édesapja, édesanyja. Az osztálytársai ugyanolyan kulcsos gyerekek voltak, mint én. Az, hogy most az édesapjukkal találkoztak este 8 után, vagy sem, azt szerintem nem. És az, hogy édesanyád... Vele sem találkozhattam, mert ő is dolgozott. Hát azért mondom, hogy 0-tól 24-ig dolgozott, hogy minden megteremtsen nektek. Utca gyerekek voltunk, és iszonyatosan boldogok voltunk. Tehát amikor egy nehéz gyerekkorról beszélünk, én nem cserélném el a fiamnak a gyönyörű szobáját, meg az összes játékát arra, hogy nekem volt egy lukas bőrlabdám, és amikor hazaértem a suliból mondjuk a napközi után délután 4-kor, akkor vagy elmentem edzésre, mert mindenféle sportot kipróbáltam, vagy ha nem, akkor levittem azt a bőrlabdát, és egészen sötétedésig, amit télen mondjuk 6 óra, nyáron meg mondjuk este 9-ig lent rúgtuk a bőrt, meg bujócskáztunk, meg poénkodtunk, meg éltük a utca gyerekek életét, és annyi volt a kötelező. Utca gyerek az, hogy nyakadban volt a kulcs. Igen. Mentem haza, és hogyha késtem egy fél órát, akkor kaptam egy nyakast a nagymamámtól, ha időben hazaértem, akkor megettük a levest, beszélgettünk, lefeküdtünk aludni, és reggel kezdődött ugyanúgy az élet. Tehát ez ennél volt... Szeretted? Nagyon. Hát hogyne. Szabadság. Önálló. Tehát az, hogy önálló voltam gyerekként, és saját magam határoztam meg az életem, nem kérdezte meg soha senki. Szerencsém volt, mert volt egy osztályfőnököm, az Erzsike néni, Váradi Erzsébet, a Zsike, aki azért kemény kézzel fogott minket. Ha ő nincs, akkor lehet, hogy én is elkallódok, mert a családnak nem volt ideje arra, hogy velem foglalkozott. És soha nem tanultak veled? Nem. Se a nagymamát, se édesanyja? Nem. Bátyád? Hát a bátyám az meg aztán főleg, az nálam is rosszabb tanuló volt, nálam is. Hát ő sokkal rosszabb gyerek volt, mint én, tehát velem kevesebb volt a gond. De ő foglalkozott veled? Nem, mi nem is laktunk mindig együtt. Köszönhetően annak, hogy ugye 27 négyzetméter volt ez a lakás, és ott a nagymamámmal, nagypapámmal... 27 négyzetméter uh-huh. Hát nem volt fürdőszobánk. Volt hetente 3 fürdőjegyünk. Volt egy közfürdő, és oda jártunk fürdeni. De tudod, milyen jó volt? Tényleg jó volt. Jobb világ volt, jobb volt a gyerekeknek. Most minden gyerek ADHD, és minden gyerek rá van kattanva ezekre a kütyükre, egy percig nem tudnak figyelni, eszükbe nem jut olvasni. Én végigolvastam az egész gyerekkoromat, végig fociztam az egész gyerekkoromat. Ha esetlegesen elvágtam a kezemet, vagy mondjuk átmásztam a bolgárkertészetbe almát lopni, és a rozsdás szögbe beleállt a kezem, eszem át, milyen életünkben nem is hallottunk olyan, hogy orvoshoz kell menni. Semmi, hát ez nem. De az, hogy én bukósisakba biciklizzek, most a 6 éves gyereket, ha nem a bukósisakba, úgy bepárnázom, mielőtt felülne a biciklire. Mi meg, én a villamosnak a ütközőjén utaztam hátul, mert hogyha jött az ellenőr, akkor onnan le tudtunk ugrani.
meg a száguldó, nem száguldó, de mondjuk ott a háromszög, ami a Kőbányai utat elválasztja a Pongrácz telepi résztől, ott három oldalról jönnek vonatok, ilyen rendező pályaudvarszerűség van ott ki, az őrháznál kialakítva, és ott azért lassítottak ezek a tehervonatok, és azt játszottuk, hogy felugrottunk a tehervonatra, és azon utaztunk, itt tudom én, egy 500 métert, aztán amikor miért felgyorsított volna nagyon gyorsra, megpróbáltunk leugrani ott a vasúti sínek meg a vasúti kövek közé. Tehát olyan életet éltünk, hogy az, hogy egyáltalán felnőttünk, az, vagy egy életben maradtunk, az maga volt a csoda, de ezt nem nevezném rossz gyerekkornak. Meg hát az a csoda, nem az a csoda, hogy amikor ennyire bármit megcsinálhatsz, és én gödöllői gyerek vagyok, ugyanúgy lakóterepi, mint te, édesem 12 éves koromtól egyedül nevelt, nagyon szigorúan, viszont mindig tanult velem, én kitűnő tanuló voltam, nagyon-nagyon szigorú volt, én is imádtam a gyerekkoromat, nyilván nem a Balatonon tölthettünk egy hetet, már akkor boldog voltam, vagy két hetet, de mindent megtett, és mindent megkaptam, és abszolút úgy éltünk, mint a középosztályból bárki. Rengeteg melója volt ebben édesanyámnak. Ugyanakkor én azért láttam azokat a srácokat, én is rossz gyerek voltam, lent fociztam állandóan, amikor csak tudtam a lakótelepen, cseresznyét loptunk, imádtam. De nagyon sokan elzűrődtek, nagyon sokan már gyerekként cigiztek, ittak, betörők lettek, stb. Viszont te sem lettél az, te is megállj tudtál parancsolni nyilván azoknak a kísértéseknek talán, mert biztos a mi társaságunkban én voltam a szarfejme, nem cigiztem. Uh-huh. Vagy én voltam a szarfejme, nem... Te cigiztél? És én akkor nem. Mi, hol volt a határ nálad, amire azt mondtad, hogy nem? Vagy nem volt ilyen? Hát nézd, mivel fizikálisan nem voltam túl erős, tehát azért nagyon nagy balhékban én nem vettem részt. Tehát amikor így összeverekedett egymással a Hős utca és a Pongrácz terep, akkor nem értem, kiabáltak, hogy gyerekokhoz segíteni, mert sokat nem tudtam volna hozzátenni. Az a kultúrközeg, ami engem körbevett, azért nekem a nagymamám, nagypapám vasárnaponként elrángattak engem a templomba, tehát hogy próbáltak a más nem ilyen erkölcsi, etikai, morális nevelésben részt venni, meg az, hogy nem tanult velem édesanyám, az nem jelentette azt, hogy egyébként meg szemet hunyt mondjuk a különböző rendőrségügyek fölött, vagy hogyha mondjuk elkaptak minket azon, hogy bemásztunk valahova, és ott loptunk virágot, vagy gyümölcsöt, hogy ezt úgy elengedte volna, tehát én azért fogva voltam a magam módján, vagy a maguk módján, csak nem volt egy olyan kialakult életrend, aminek szerves része volt, hogy együtt van a család. Nem voltak ilyen nagy családi vacsorák, nem voltak nagy családi reggelik, nem kérték számon az eredményeimet egészen addig, amíg nem volt valami kritikus szint. Tehát amikor mondjuk bukásra álltam fizikából, akkor persze, hogy elmondta a nagypapa, hogy Pistikém, hát azért figyeljél, mert oda nagymár nekünk megbukják fizikából, de szerintem ez meg az is lehet, hogy gyáva voltam ezekhez a nagyon durva. Volt, ott nálunk is vitték el a rendőrök, meg én is voltam benne a rendőrségen, tehát nekem volt kis aktám 13 éves koromban, amikor pont egy osztálytársaimmal kint voltunk a BMW-n, és akkor ott eltűnt egy-két dolog, és én is látszottam a felvételen, és akkor engem is megkerestek a rendőrök, mert valaki ott megismert vagy a rendőrségem, vagy nem tudom hol, de kijöttek hozzánk este a rendőrök, és akkor én persze tisztázódott, hogy én csak ott voltam a fényképen, de én nem vagyok részes ennek a bűncselekménynek, de az, hogy én nem kallódtam el, az nagyrészt annak volt köszönhető, hogy mondom, volt egy olyan osztályfőnököm, Erzsike néni, Zsike, aki amikor először feltűnt például a kábítószer a környéken, a szipu, akkor egyszerűen az egész osztályt elvitte, és megnézette, hogy ki az, aki szipuzik, és ki nem. Tehát, hogy ő keményen fogott minket, tehát ő próbálta... Nálunk ez Gödöllő nem volt érdekes, nem volt droga. Na, ez a tanárnéni, ez nagyon keményen fogta az osztályt, és itt hát persze, hogy volt olyan a Pintér Karcsi, aki 3-4 évvel idősebb volt nálunk, mert ő annyiszor megbukott, ő a hátsó sorban cigizett. Az osztályt nem persze, erre. Hát ez nagyon vad világ volt, de... Meg aztán nekem a sport mindig is fontos. A sport és a kultúra mindig. Én három könyvtárban voltam egyszerre tag, meg három egyesületben voltam. Boxolt, nem? Meg a nagyapám is, meg a nagybátyáim is, meg a bátyám is, meg a fiaim is, meg mindenki. Szerintem megkockáztatom, hogy a legtradicionálisabb magyar box család a miénk. Tehát egészen az 50-es évekig vissza lehet vezetni. De nyilván nem édesapád miatt, akivel semmilyen kapcsolatban nem voltál, kezdtél el boxolni. És nem is a bátyám miatt. Akkor miért? Azért, mert gyengének érezted magad, amikor összecsaptatok? Nem.
Mi elköltöztünk a Pongrász telepről 1984-ben, 83-84 környékén. Azok egy, bocsánat, nem értem. Kérsz valami? Nem kérek, köszönöm semmit. A bátyám ott a Pongrász telepen összepattant egy olyan roma családnak az egyik gyerekével, aki aztán Gyuszi meg is pofozta, és akkor a bátyád az kemény volt? Kemény, most is az. Most is kemény? Persze. Pikpak Gyuszi. Ismerem őt, de persze, ott szokott kemény. Lenni a Starbucks. Igen. És ott megpofozott valakit, akinek aztán a nagybátyjai, meg az apja, meg nem tudom, megpofozta a Gyuszit, akkor a Gyuszi hazarohant, akkor ott a mi családunk, és egy páran azért még laktak ott a telepen, azok megpofozták őket, és akkor egy ilyen családi vendetta kezdett kialakulni, és akkor gyakorlatilag ultimátumot kapott a család, hogy mennyi időnk van, hogy elhagyjuk a Pongrász telepet. De kitől? Hát attól a betelepült, mit tudom, a szecsői roma kolóniától. És ezek annyira félelmetesek voltak, hogy nem lehetett? Nem, de egyébként ez nem volt rossz ötlet, hogy elköltözni a telepről. Tehát egy szerencsére édesanyámnak akkor éppen a ingatlan kezelő vállalatnál dolgozott, és akkor ott tudott szerezni Rákoskeresztúlon gondnoki állást, és akkor a gondnoki állással jár egy gondnoki lakás, és akkor mi oda költöztünk. Apám, aki szintén a telepen lakott, akkor még Marx tér volt, most már Nyugati téren kapott, vagy szerzett egy lakást. A nagypapámék, azok szintén Keresztúlra mentek, tehát szétrebbent a család a telepről, és nekem hiányzott a telepi közösség, hiányoztak azok a roma srácok, akikkel együtt gondolkodtam, az, aki egy natur teljesen steril lakótelepre költöztünk Keresztúron, az Újhegyi úti lakótelepre, vagy Újlak utcai lakótelepre. Életem először volt olyan lakás, ahol fürdőszoba volt, életemben volt először saját szobám, tehát óriási életszínvonal emelkedés volt, de mégis valami hiányzott. És akkor egy Trekovarincz Tomi nevű haverom le akart menni bunyózni, és ez egy ilyen hülye történet, hogy lelökött a buszról, hogy menjünk be az Evikbe, én nem akartam bemenni, és amikor már ott maradtam vele, hogy akkor jó, elment a busz, akkor bementem vele, és ott ugyanazokkal az sőt, találkoztam egy csomó egykori pongrásztelepi haverommal, aki szintén oda járt a pongrásztelepre, szintén ott lakott a pongrásztelepen, és ott elkezdett bunyózni, az Ábrahám Karcsitól kezdve csak, és olyan volt, mintha hazamentem volna, mintha megint a Pongrácon lennék. Ugyanazok a csillogó szemek, ugyanaz a lepukkant szegénység, de ebben a szegénységben rejlő erő, és így indult el. Tehát semmi, a családi vonás abszolút nem. Biztos, hogy a vér... De egyből látszódott, hogy van hozzá tehetséged? Tehát, hogy a vért azt vitte szerintem tovább? Addigra már igen. Előtte egy-két évvel még nem, mert előtte egy-két évvel a bátyám vitte el magával a törekvésbe, ahol volt egy idős edzőbácsi, akit nagyon szerettem aztán a későbbiekben, a Misi bácsi, de ő nem tartott tehetségesnek. Ő szó szerint kimondta, hogy hát ez nem, voltam 25 kiló. Kimondta, hogy nem vagy tehetséges. Igen. Fogarasi Misi bácsi. De jó szeme volt hozzá. Hát egyébként meg nem volt rossz szeme, később kiderült, de valóban abban az állapotomban, az a 20 kilós, vékony gyerek, aki gyáva is volt, meg ugye az egész nem volt, meg nem volt bennem semmi, amire azt mondtam volna. De gyáva voltál? Én nem voltam, nem, tehát mit jelent az, hogy gyáva? Oda, a verekedéstől nem féltem, de nem éreztem magam. De oda mertél akkor állni? Persze. De például de az nem az a bátorságot élet... lehet fejleszteni az edzések alkalmával? Nem, ugyanolyan gyáva maradsz, csak legközelebb. Hát, meg ez mert is, ez is relatív. Például a Starbucksban nézem. Igen. Jó, te aztán, hogy leraktad a kezed és úgy boxoltál, ilyet utoljára Roger Juniortól láttam. Ez nem a bátorság kérdés. Vagy előtted Roger Juniortól. Nem, én ugyanúgy, de egyébként... De a muszáj meg kettős fedezékben... Az sem bátorság. Akkor mi lesz? A bátorság az az, hogy te félsz valamitől, de ezen félelmedet leküzdöd. És a cél érdekében összeszorítod a fogadat, és akkor is megcsinálod. Tehát ez nem attól lesz valaki bátor, mert az inkább a vakmerőség, amiről te beszélsz, hogyha te kinyílsz, vagy bármi ilyesmit. Hát de te azt csináltad. Igen, de nem, én ugyanúgy féltem a vereségtől, de nem a fizikai fájdalomtól nem félsz, mert az egy butaság. Tehát az a... Azt meg szokod, megedzenek? Elfogadod. Nem kell, de olyan edzés nincsen, hogy akkor most rámegyünk a fizikai fájdalom elviselésére, és akkor ütünk, vágunk téged, aztán szokták mondani nagyon régen, hogy amikor lejött egy gyerek, azt jó megverték, és ha visszajött, akkor abból jó bunyós lett. Ez nem ilyen nincsen, ez egy hülyeség. A fizikai fájdalmat akkor érzed, de el tudod fogadni, hogy ez egy velejárója. Mint amikor az ember rendszeresen jár fogorvoshoz, tudja jól, hogy fájni fog, de elfogadja, mert hát különben nem tudja kifúrni a fogát. Tehát ez belong to the business. És ez a bunyóban is így van, hogy egyszerűen elfogadod, és amikor ráadásul bent vagy a szorítóban, akkor olyan adrenalin fröccs alatt vagy, hogy törik a bordot, törik az nem érzed? Semmit nem érzel.
másnap reggel úgy ébredsz, mint akik tényleg 40-en vertek vascsövekkel. Semmit nem érzel. Ha kiütnek, azt sem érzed? Nem. Hát azt meg főleg nem. Hát utána, amikor felkelsz. Nincs fizikai fájdalom, a szorítóban nincs. Lelki fájdalom rengeteg. Rengeteg kérdés, amit felteszel magadnak, akár menet közben is, de félelem az akkor már nincs benned. Félelem az előző nap, meg amíg odáig eljutsz, az úton van rengeteg kérdés és félelem, de ezt nem tudod, az a jó, hogy van, hát ez ettől szép. Hogy ezt de várod ilyenkor, te vártad a meccseket? Én nagyon. Vagy félelem volt? Nem, az addigra már ezt rutinból kezeled, azt a fajta félelmet, hogy azt hova kell berakni, viszont annak a lehetősége, hát képzeld el, hát főleg az én pályafutásom jelentős része, ugye 320 meccsen volt összesen, és ebből összesen 15 vereség, az összes többi egy döntetlen kivételével, akkor 304 győzelem, tehát 304-szer élhettem azt meg, hogy bemegyek, és a teljesítményem az sikert hoz. És annál szebb, mint amikor legyőzöl valakit egy ilyen férfias sportban, mint az ökölvívás. Tehát nem az van, hogy most én valamit messzebbre dobtam, vagy valamilyen távot gyorsabban teljesítettem, hanem legyőztem, megvertem. Az valami csodálatos dolog. Tehát alig vártam a következő meccset, tehát hogy megint átéljem ezt. Most ugye a Starboxon nem vagyok ott a bevonulásoknál, mert lent ülök a kommentátor állásban, de például a nagyobb profi meccseken szinte nincs olyan nagy, a Manny Pacquiao-tól kezdve, a Bernard Hopkins-tól kezdve, Usikon, Klitschkon, rengeteg Darius Miocic mérkőzésen álltam úgy a szorítóban, hogy láttam a bevonulásukat. Én ott álltam és vártam, hogy feljöjjenek a szorítóba. És az az élmény, amikor bevonulsz egy ilyen mérkőzésre, és látod az egész világ, úgy gondolod, még ha nem is így van, de akkor is úgy érzed, hogy az egész világ téged néz, és akár neked, akár ellene szurkolnak, de megvan a lehetőséged, hogy megmutasd nekik, hogy te honnan jöttél, te ki vagy, te mi, ez valami csoda. Nagyon elképesztő nevet szereztél a boxban, és én kicsit úgy látom, ezt te meg tudod erősíteni, vagy cáfolni, hogy Amerikában a box sokkal nagyobb biznisz, mint Európában, és nem is nagyon értékelik az európai boxolókat Amerikában, mert azt gondolják, hogy abban nincs pénz, tehát azt nem fogják megnézni, abból nem tudnak sót csinálni. Ezért én például nagyon hiányoltam egy Darius meccset például Roy Jones-szal, hogy miért nem történhetett meg. Tehát, hogy mekkora dolog lett volna, és azt mondják, hogy nem. Ez Amerikában nem lett volna nagy dolog. De ez miért van így? Azért lássuk be, hogy itt mi Magyarországon se ismerjük az amerikai bűnösokat. Tehát, hogy... De ismerjük. Holyfield, Tyson. Terence Crawford. Jó. Hát most említették két nevet. De a nagyon nagyokat. A Terence Crawford az egyik legnagyobb. Uh-huh. Kutya nem tudja, vagy Andrew Ward. Kutya nem tudja, hogy kicsoda Magyarországon, meg egész Európában. Tehát itt, hogyha idehoznád a Terence Crawfordot, aki egyébként, ahol ő él, ott ki nem tud menni az utcára, mert akkor a sztár, idehozod Magyarországra, és egész nap föl lesétálgathatna a Váci utcán, annak, hogy bárki megállítaná. De az igaz, egy ázsiai Inoue. Naoe Inoue, aki most szerintem a Pound for Pound bajnok, a fiam pont most vezette az ő mérkőzését, Unification, azaz egyesített világbajnok, mind a négy nagy szervezetnek az övét birtokolja. A kutya nem tudja itt Magyarországon, kicsoda. Te amikor a fénykorodban kimentél Amerikába, tudták, hogy ki vagy? Nem, hogy Amerikában a Kertneren nem tudnák, hogy nem kell beszélni. Mi, és ez de belejött. De német nyelvterületen csak ismertek. Nem. Hamburgban esetlegesen, Wandsbekben esetlegesen, ahol éltem, de ott, sőt, én megkockáztatom, hogy az, aki velem szemben lakott, a Waldorfstrasse 304-zipcig szám alatt, annak fogalma sem volt róla, hogy az István Kovács, ami ki van írva a névtáblára, az kittak. Nem, hát ez nem... Ez de ilyen... miért nem ekkora... De Péter, te mondj nekem egy osztrák síugrót. De miért hasonlítjuk össze a síugrást, ami az osztrák, ne, egy marginális sport? Ne, osztrákok meg vannak érte őrülve. Vagy egy mostani lesik, mondd a mostani legjobb lesiklóját Svájcnak. Vagy a síjelőknek. De tehát egy csomó olyan sportágról tudunk, meg olyan sportról tudunk beszélni, aki otthon, mit tudom én, a bringások közül a Carapaz. Hát ez valószínűleg Kolumbiában minden idők legnépszerűbb embere. Itt meg azt se tudja róla senki, hogy kicsoda. Tehát ugye vannak olyan... Tehát a box az leginkább Magyarországon volt a legnépszerűbb? Nem, ez ugyanazt el lehet mondani, hogy Ausztriában is biztos van olyan boxoló, most például a
milyen Begicsnek hívják, hirtelen kiment a fejből, aki Ausztriában vívja a mérkőzését, valószínűleg a legtöbb osztrák sportszerető ismeri. Mi Magyarországon? Fogalmunk sincs róla. De ugyanez igaz rengeteg sportról. Van egy-két világsport, például a labdarúgás, tehát valaki labdarúgásban, tehát egy Szoboszlainak a mezével találkozol Dubajban is, tehát én pont ott találkoztam bele télen, amikor kint voltam. De hát ez a Liverpool brand miatt igen, van. Igen. Na de hogyha nem olyan sport, nem olyan klub, hanem egy és az ökölvás ilyen, hogy ez lehetőséget ad neked, hogy világ szinten is ismerjenek, például egy Mike Tyson, vagy egy Holyfield, vagy egy Klitschko, az valószínűleg a világon mindenhol megismerik, de ugyanebben a sportágban egy lokálisan ismert sztár, mondjuk egy japán sztár, aki Japánban a legnagyobb sztár, az a világon sehol máshol nem sztár. Tehát én hiába voltam Magyarországon a legnagyobb sztár 2000-ben, ez kizárólag erre a 90-valahány ezer négyzetkilométerre vonatkozott. Mi Magyarországon voltunk világsztárok. Azt most őszintén kérdezem, hogy a Csakor meccs után miért hagytad abba? Nem a Csakor meccs után hagytam abba. Oké, volt még két meccset, de nem tértél vissza, és ez a te döntésed volt. Igen, mint ahogy a Madár se tért vissza a veresége után, mint ahogy a Nagy Janika se tért vissza a veresége után, mint ahogy a Nagy Janika Kovács... a te szinte nem volt. De ne, ez nem így működik. Hát a Darius Miacevski is két vereséggel fejezte be a pályafutását. A Roy Jones is vereségekkel fejezte be a pályafutását. Oké, de hát sokkal idősebbek voltak. Ez nem életkörtől függ, hogy ki mikor Hamed. Szerintem nem volt még 30 éves, 28-29 évesen fejezte be a pályafutását. A veresége után még egy meccse volt, aztán befejezte. Ez egy gazdasági vállalkozás, amely gazdasági vállalkozás akkor működik, hogyha te el tudod adni azt a terméket. Abban a pillanatban, amikor az a termék elveszíti az értékét, vereséget szenved, akkor vagy az a gazdasági társaság lát benne még perspektívát és továbbépíti, vagy elengedi a kezét, mint ahogy lásd, Nagy Jani esete ott a Rácz Félixnél egyértelmű volt, hogy nem megy tovább a történet, vagy a Kovács Attila. Jó, de te egy legenda voltál. Miért nem csináltak meg a visszavágóját a Csakornak? Mert ez nem így működik. Mert ő egy kötelező kihívóként megnyerte ezt a mérkőzést, és egy komoly pénzügyi investíciót jelentett volna egy újabb mérkőzést tőle kierőszakolni, ki tudja hány év múlva került volna rá sor. Tehát az nem több volt... évet kellett volna. Hát az is lehet, persze. Tehát ez nem egy ilyen teljesen egyértelmű gazdasági törvényszerűség, hogy minden meccsnek van azonnal visszavágója. Hát a Madár sem vágott vissza azért a nagyon csúnya elcsalt mérkőzésért, vagy a Roy Jones sem vágott vissza az utolsó mérkőzésen elszenvedett vereségért, vagy a Darius, aki kikapott a Gonzálesztől, nem kapta meg a lehetőséget, hogy ő vágjon vissza, hanem a Madárnak adták oda a lehetőséget. Tehát azért ez a profilkövásnak a működési modellje... Ott a Madár nyert a Gonzálesz ellen? Hogyne, simán. Hát az élete legjobb formájában volt. Ez nagyon nagy meccs volt, ez nagyon rommá vágta. Szegény azóta meghalt a Gonzálesz. De szóval ez nem így működik. És én amikor ezzel szembesültem, ez nagyon egyszerű történet, én vereséget szenvedtem 2001 nyarán. Ott voltam személyesen. Én is. Pihentem, és a pihenésnek a végén jelentkeztem az univerzumnál, hogy akkor kész vagyok a folytatásra. Mondták, nagyszerű, csináljuk, menjünk, fussunk neki. Gyere vissza szeptemberbe, kezdjük el a felkészülést, és akkor valamikor októberben lesz majd egy visszatérő mérkőzés, aztán majd utána meglátjuk, hogy néznek ki a világranglisták, és merre tudunk tovább menni. Visszamentem, elkezdtem a felkészülést, viszonylag jó formában is voltam, és egy héttel az októberi mérkőzés előtt lefújták az egész gálát, mert a Darius boxolta volna a főmérkőzést, és a hátában valamilyen izom megsérült, és így az egész gála ment a kukába. Én hazajöttem Magyarországra, időközben itt nekem egy csomó minden elindult. Többek között a fiam elkezdte az általános iskolát, többek között elindult egy-két céges vállalkozásunk, a Box utca például. Én elkezdtem a főiskolát, nekivágtam a főiskolának, az International Business Schoolnak, közgazdász diplomát akartam szerezni, meg nyelvet akartam tanulni. Tehát nagyon sok minden kötött, már egyre jobban kötött vissza Magyarországot, pluszban a feleségem, az akkori feleségem, meg a két gyerek hazaköltöztek Magyarországra. Tehát az is világossá vált, hogy ha folytatom és megyek tovább, akkor egyedül. Akkor nekem vissza kell menni a Hamburgba, és ott egyedül csinálni mindent. Ez már annyira nem tetszett. Majd jött decemberben egy mérkőzés, amire megint újra nekiálltam felkészülni. Ahol nem is voltam olyan túl jó formában, nem is ment a bunyó, végigboxoltam. Megnyertem, talán 6 menet vagy 8 menet volt, de nem, még nem jött vissza az érzés, amire azt mondod, hogy ez a ringben, az a ring generalship, amikor tőle rólad szól minden. De nem baj, mert tudtam, hogy ezt én hogy tudom majd elérni, meg hogy tudom megoldani. És hazajöttem december 10-án, pluszban ugye mondom, haza is költöztünk. December 10-án. December 27-én, a két, ja, és arról volt szó, hogy január 3-án vagy 4-én
megyünk szokás szerint Gran Canaria, mindig ott volt a Univerzumnak a januári alapozó edzőtábora. Én ott Madárral nagyon sokat időt töltöttünk, az Amfidel Mar nevű, tényleg egy ilyen luxus paradicsom, tényleg baromi jó volt. És már meg is volt a repjegyem, hogy január 3-án megyek a Kanárira, amikor december 27-én kaptam egy telefonhívást Péter Koltól, az Univerzum ügyvezető, ő volt a tulajdonosa, Harácz volt az ügyvezető igazgató, jött egy telefon, hogy Kokó, óriási, figyelj, azonnal vissza a csúcsra, tök jó, sikerült megállapodnunk, és már csak a te döntésedre várunk, és Európa-bajnoki címmérkőzés boxolhatsz. Nem a Calvo volt, hanem egy angol gyerek volt akkor az Európa-bajnok, aki egyébként verhető lett volna, tehát nincs ezzel semmi baj, azért nem nagy képűség, de annak idején amatőrben is voltunk egy súlyban, és soha nem jelentett problémát, tehát valószínűleg nyertem volna, abban az esetben, ha mondjuk egyenlő feltételek állnak rendelkezésre. De amikor én megkérdeztem december 27-én, hogy rendben, szuper, szuper, és hol lesz a gála? Hát Londonba, hát mondom, nem, hát eddig csak Németországban van. Nem, ez a Frankfurt Show és a Londonban. Jó, mondom, hogy azzal sincs semmi, idegenben is lehet nyerni. Mondjuk ott azért sokkal nehezebb, de ám legyen. Mikor? Január 16. Na micsoda, hát ez kevesebb, mint egy hónap. Hát igen, de hát most volt decemberben, nem lehet, de azóta december 10-én boxoltam, azóta nem edzettem, azóta most vagyok, van rajtam éppen 6 kiló. Hát a kesztyűzés nekem mindig kb. Egy hónapot vett igénybe, a kesztyűs edzések, amikor már éles kesztyű volt. Itt meg nem volt, összesen nem volt talán a 3 hét. Mondom, jó, mondom, Péter, mindjárt visszaszólok, jó, kicsit hagyd gondolok, hogy felhívtam a Fritzet. A Fritz akkor már kint volt. Fritz Zsdunek volt? Zsdunek, igen, ő már kint volt a Kanárin, ő ott... Igen, még? Nem, meghalt szegény. És ő kint volt már a Kanárin, várt minket, hogy majd érkezünk 3-án, és felhívtam, hogy te hallottad a Péter milyen ajánlatot tett? És ő is azt mondta, hogy hát ilyen ajánlatot nem lehet elfogadni. Mennyi pénzet volna? Odáig nem jutottunk el, én soha nem a pénzért csináltam. Tehát ez nekem tényleg? Soha. Tehát bemondtak volna 2 millió dollár? Akkor sem. Nem, hát nekem utána a Dirk, talán emlékszel, Dirk Elhizertél, amikor én befejeztem 2002-ben, ugye még csináltam egy búcsúmérkőzést áprilisban a Darius Gáláján, de azt már nem pénzért csináltam, tehát már nekem nem volt feldobva pénz, csak én el akartam búcsúzni a nagy közönségtől. Majd utána, amikor ez, tehát mi elképesztő nézettséget hoztunk az RTL-nek, én is, meg a Madár is, és a Dirk minden évben az RTL éves bulián odajött hozzám, hogy itt egy papír, írd rá. Mondom, mit írjak rá, Dirk? Írd rá az összeget, hogy mennyi vagy hajlandó szorítóba lépni. Mondom, Dirk, nem pénztüggő. Tehát még legalább 2006-ig volt, hogy mondd meg, gyere vissza egy meccsre, gyere. Nem, ezen a részén, amikor elmentem profinak, akkor sem a pénz motivált, persze tudtam, hogy sok pénzt fogok keresni, de az motivált, hogy mit tudok elérni még. Mi az, ami hogy életek az első magyar profi világbajnok, hogy életek az, aki világszintre, mert ha összejött volna a Hamed mérkőzés, akkor az azonnal olyan, és esetlegesen le is győztem volna, akkor azonnal, amiről az előbb beszéltünk, hogy nem Magyarországon lettem volna világhírű, az akkor már Amerika, az akkor már az egész világ. És mennyi múlott? Hát az aláíráson, hogy ők aláírják a szerződést. És nem írta alá Ahmed? Én nem hülyeséget mondok, tehát ők közel álltunk már a szerződéshez, közel álltunk ahhoz, hogy megállapodjon a két csapat, csak az amerikai HBO, amelyik közvetítette a Ahmed mérkőzéseit, azt mondták, hogy ne arra, de mi tudjuk, hogy ki ez a Kovács István, mert mi a szakmában vagyunk, de Amerikában nem fogod tudni eladni ezt a mérkőzést, azon az áron egy Ahmed Kovács mérkőzés Amerikában az amerikai tévénézőket, a pay-per-view tévénézőket nem izgat. Viszont itt van egy másik mérkőzés, egy Ahmed Barrera, Marco Antonio Barrera, mexikóinak az ikonja, hát az itt gigapénz, az akkor Kokóval boxolsz, akkor kapsz 4 millió dollárt, ha Ahmed nem velem, hanem a Barrerával boxol, akkor 8 millió dollár. És akkor inkább ezt választotta, a sors fintora, hogy viszont ki is kapott. Tehát, hogy ott elvesztett. A Barrerával sem tudtál boxolni? Nem. Hát tehát, hogy ilyen onnan, Amerika, Közép-Amerika, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában nem. Nekem voltak onnan érkezett, az utolsó meccsemet is egy Steve Trouble nevű amerikaival bunyóztam, de amerikai világsztárra nem. Hát amatőrök között igen, tehát a Timothy Austin, aki aztán 10-szeres világbajnokot ott legyőztem, vele én boxoltam. És tehát ezen múlott, hogy a Hamed azt mondta, hogy inkább a pénzt választotta. De ez... És szerinted ki nyert volna? Hol? Te meg tudtad volna verni a Hamedet? Bármit mondok, hülyeséget mondok. Hát ha azt mondom, hogy meg tudtam volna verni, akkor azt mondják, hogy nagyképű vagyok. Ha azt mondom, hogy nem tudtam volna megvenni, akkor mi a francnak foglalkoztam ezzel az egész dologgal. Mi arra készültünk,
hogy egy nagyon-nagyon rizikós mérkőzésen, de sikert tudok aratni. Amikor engem sokan megvádoltak azzal a Csakon mérkőzés után, hogy üvegállam volt, hogy engem a Hamed így kiütött volna, meg úgy kiütött volna. Tegyük azt hozzá, igen, ez egy ilyen box kifejezés, igen, az üvegállam. Igen, de tegyük azt hozzá, hogy a 320 mérkőzésből kizárólag akkor voltam padlón, amikor még nagyon gyerek voltam. Felnőtt fejjel, és pedig világbajnoki, olimpiai bajnoki szinten boxoltam végig, mindenkivel nem, hogy végigboxoltam, hanem mindenkit megvertem. A legnagyobb ütőket, Arnaldo Messa, vagy akár Sain Sanchat, vagy Malak Betov, akikkel nagyon nagy mérkőzéseket vívtam, nagyságrendekkel nagyobb ütők voltak nálam, sőt a súlycsoport legnagyobb ütői közé tartoztak, de nem tudtak velem mit csinálni, mert ha el is találtak, bírtam az ütést. Hát a Sain Sanchat ellen 97-ben az amatőr világbajnokságon egy olyan ütést hordtam ki lábon, ami után nyugodtan földre kerülhettem. Tehát ezzel nem volt gond. Az más kérdés, hogy a Hamed szintű ütőerő, az valóban mindenkire próbált. A Hamednek, amit tudom én, az addigi 20-25 győzelméből 80-85%-os kiütési arány volt, tehát a legtöbb ellenfelével végzett. Ez egy rizikós mérkőzés lett volna, de pont Marco Antonio Barrera mutatta meg, hogy azért neki is voltak gyenge pontjai. Tehát, hogyha valaki nagyon szépen és zárt... Kiütötte Barrera? Nem, végigment a mérkőzés, de sima a Barrera sikert hozott. Hát ezért arra a kérdésedre, hogy én megvertem volna Hamedet, egyébként nagyon sokszor beszéltem vele, találkoztunk többször. Jóba, persze, sokszor Angliában is, meg Dubajban is találkoztam vele, Riadban találkoztam. Most megvan még? Mi van vele? Olyan puffancs lett belőle, ja, nagyon-nagyon, abba hagyta bunyót. Utána még volt egy meccse a veresége után, ugye kikapott a Barrerától, még volt egy meccse a Calvo ellen, az már végigment, egy 12 menetes, nem is volt túl jó formában. Megnyerte? Megnyerte, de aztán visszavonult. Tehát ő annyi pénzt keresett egy van ikon, meg egy nem kérdés, hogy egy pound for pound legenda, tehát ő a Hall of Fame-ben már meg is van neki a helye. És ő abba hagyta a vereség után, és vígan éle az életét, tehát borzasztó mennyiségű pénzeket keresett, meccsenként 4-5 millió dollárokat, meg a szponzori szerződések. Hát Anglia az egy nagy piac, és ő Angliát is, és Amerikát is letarolta. Hmm. A kérdésedre a vadott válasz, hogy megvertem volna Nassim Hamedet. Nem lehet százalékot mondani, én arra készültem. És innentől kezdve, hogy én arra készültem, én nem állíthatom azt, hogy megvertem volna, csak azt, hogy én arra készültem, mint hogy annak sincs értelme, hogy én azt mondjam, hogy nem vertem volna meg, akkor mi a francnak készültem. A Csakonnál mi volt a baj? Abszolút te voltál az esélyes. Semmi baj nem volt. Egyébként most ő itt volt, és beszélgettünk erről a meccsről. Én ott voltam, az első két menetben én biztos voltam benne, hogy nyerni fogsz. Én is, még a ötödik menetig is. Tehát ötödikben. Ütött le először, és aztán hatodik menet vége. De... És azt nem tudtad, a két menet között nem ment át rajtad az ütés? Hát ugye az ötödik menetben kétszer is padlóra kerültem, tehát az első padlóra kerülés után nem tisztultam ki, az ötödik menet végén gyakorlatilag... De emlékszel, hogy mi történik ilyenkor? Vagy nem, hát láttam azóta, az ott semmi. Ott semmi. Nem, teljes világleoltás. És az sincs meg, hogy a hatodik menet ötödiktől a hatodikig mi? Fú, az kemény. De nem, hát ez ilyen. Arra sem hiszem, hogy mit mondtak ott neked, amikor ültél, vagy megáll nem, a két menet között. Nem. Arra emlékszem, hogy vissza akartam menni, de ilyenkor nincs az emberben... De akkor visszaengedtek a hatodikba. Persze, hát ott születtél, ott is kell meghalni. Hát sarokban nem maradunk ülve. De nem az a... És mennyi idő, szerinted a hetedikre átment volna rajtad az ütés, ha a kibírod a hatodik menetet? Nem tudom visszaidézni azt, hogy ott akkor mi mentem keresztül. Annyi történt, és ez az ökölvesnek a sava borsa, hogy elég egy ütés, és megfordul minden. Tehát itt azért pont abban az évben a Lennox Lewis Hasim Rahman mérkőzés, amikor a Rahmannak egyetlen ütés, ebből élt élete végéig, hogy ezt az egy ütést ott elengedte. De ugyanez igaz, nagyon sok bunyóság, nagyon sok esetben fordult, tehát a Mike Tyson, James Buster Douglas Tokióban, amikor már rég mindenki arról beszélt, hogy a Mike Tysonnak ki lesz a következő ellenfele, és akkor majd az, hogy megy. És akkor jött egy Buster Douglas, akit senki nem ismert, aki ráadásul előtte vesztette el az édesanyját, és nem tudom, és sokkolta az egész világot, ahogy kiütötte Mike Tysont. És ez minden idők legnagyobb ilyen meglepetés győzelmének tartják, de ez benne van a profi bunyóban. Tehát mindenkinek volt, vagy mindenkinek lehet ilyen, egyszer egy rossz napja az ellenfélnek, mert pont akkor egyszer egy jó napja, és erről csak onnan most beszélgettünk személyesen, most először azóta találkoztam vele kétszer-háromszor, meg baromi jóba, egyébként amit hoztam, az olívaolaj, az tőle van. Ő küldi nekem az olívaolajat, én meg segítek a bunyósainak a BB-onál, tehát nagyon jóban vagyunk. És ő is elismerte, hogy ő pont hát, hogy látott engem az olimpián. Ugye hát ő egy súllyal feljebb volt, ugye 57 kilóban volt bronzérmes, de látott engem az olimpián, sőt, ő előtte az olimpia előtt az Arnaldo Messától döntő fölénnyel kikapott.
attól az Arnaldo Messától, akit én megvertem a döntőbe. Tehát ő azt látta, hogy ez a csávó, ez azt, akit őt kiütötte majd, hogy nem, azt én simán megverem. Úgyhogy erre a mérkőzésre úgy készült, kielemeztek mindent, és úgy készült, hogy ő neki lehet, hogy csak egyszer lesz meg az esélye, de azt ki kell, hogy használja. Tehát ő nyugodtan tartotta a távolságot, és elsült a keze. És én meg nekem nem volt már onnan visszaút. Tehát ez az ilyen... elsőütés annyira megrázott, hogy az nem lett át rajta, azért jött a második, de igen, de ott még felálltál simán az első. Hát az simán azért nem, tehát ott akkor már kerestem az elt. Ez az, amit nem tudsz fejleszteni, illetőleg jobbat mondok, hogy ez egészségesebb, amikor nem tisztulsz ki ilyen hamar, mert valaki már annyira hozzászokott ez a rengeteg leütéshez, tehát ebből rutinja van, hogy hogy kell ebből felállni, hát én azt nem szeretném, vagy ez szerencsére nem így volt. De a másodikból is felálltál. De akkor hát jött a szünet. Akkor igen, jött a szünet, leültem, vagy oda támolyogtam a szorítósra, emlékszem. Akkor már látni a szemeden. Rá egy pár hónapra volt egy Fradi Újpest rangadó. És ugye én köztudottan gyerekkorom óta Fradi szurkoló vagyok, és az újpestiek, akik egyébként nagyon jó a kapcsolatom most is, tehát a széki családtól kezdve az összes többi, rengeteg újpesti haverom van, és kirakták az Újpest tábor egy hatalmas nagy molinót, hogy merre van a szorítósav, a Kokó új könyvének a címe, a hatodik menete, vagy merre van a szorítósarok. Valóban olyan gömbölyű talpakon lépdeltem oda a szorítósarokban, leültem, de ezt csak láttam a filmen, tehát nem emlékszem semmire, és aztán onnantól kezdve meg a másodperc alatt véget ért minden. És egyben véget ért a pályafutásom is, tehát hiába gondoltam én azt, hogy nem van. Mert? Nem? Nem. Nem volt ez a vereség? Én nem de ez hozzátartozik, Péter. Hát, esélyesként kimenni világban. Ha én, aki mindent elértem ebben a sportágban, megszereztem minden létező címet, elindultam egy 27 négyzetméteres fürdőszoba nélküli félkomfortos lakásból, és eljutottam odáig, hogy egy sportágban, a világ legkedvesebb sportágában minden létező címet megszerzek, komoly anyagi, erkölcsi és presztízs és mindenféle dicsőségnek leszek a tulajdonosa, ráadásul négy olyan elképesztő gyönyörű gyermeknek az édesapja, ha én nem lennék erre az egészre büszke és nem úgy tekintenék, hogy ez siker, akkor hol? Óriási siker, de az a szép, hogy így tudod felfogni. Csak így lehet. Én, hogyha a baráti fociban kikapunk, én másnapig emésztem. Tehát én egy ilyen szintű kudarcot, amikor esélyesként megyek be a ringbe, megvédjem a világbajnoki címemet, és egy esélytelenektől véletlenül becsúszik egy ütés. Nem, mert nincsenek véletlenek. Hát azért fél végfölényben voltál. Hát az nem jelenti azt, hogy az véletlen, hogy ő eltalált. Hát ő képes volt arra, hogy eltaláljon. Hát én véletlenül pedig, a Brandmenc is eltalálta a madarat. Mert képes volt rá. És én meg nem voltam képes kivédeni. Tehát, tehát az én képességem hiányzott, az ő képessége meg megvolt. Tehát ebben az adott szituációban, ami történt, az törvényszerű. Az nem törvényszerű, hogy én egyébként ezt a mérkőzést tehát a mérkőzés előtt ez nem volt törvényszerű. Ott a mérkőzésen kihasználta ezt az adódó lehetőséget, én rosszul léptem, nem zártam jól magamat, sokan könnyelműséggel vagy nagyképűséggel vádoltak, de ezzel most nem is. De például az ötödik menetig biztos voltál a győzelmedben. Persze. Szerintem vitted is a menet. Az első négy az minden, a tiéd volt. Minden, az összes, pontozó alapokon minden menetet megnyertem addig. De nem voltam jó formában már, amikor megnyertem a világbajnoki címet 2021. januárjában, már ott sem voltam jó formában. Tehát ugye addigra már a Hamed elvesztette a veretlenségét, addigra már a Hamed lemondott az övről, tehát addigra már azt is tudtuk, hogy nekem az a fajta világkarrier, ami miatt én ezt a profilkövást választottam, az lehet, hogy eltávolodott. Tehát már sok minden hiányzott a motivációtól, ráadásul nem is sikerült már a januári felkészülésem olyan tökéletesen. Van egy olyan életkor, és ez mindenkinél, pont a Dariusnál beszélgettem vele erről, hogy soha nem tudod, hogy mikor ér véget. Ő tehát, mikor hagytam be a Darius? Őnek is volt két veresége, 36-7 évesen, mint ahogy a Madár is ilyen 36-7 évesen. Egyszer csak, tehát ma van egy mérkőzésem, ma még top formában vagyok. Hazamegyek, de holnaptól már elindul lefelé a történet. És az soha nem így változsz az egyik napról más. Hát mindig egyik napról más. Hát persze, nem úgy van, hogy idén még jó vagyok, aztán jövőre már nem. Ott is van egy nap. Csak ezt nem tudod, hogy mikor van. És ezért szokták ezt mondani, és ez a bunyóban meg főleg igaz, hogy inkább legyen 3-4 mérkőzéssel kevesebb, mint egyel több.
Ez igaz, nézd meg a Roy Jones karrierjét. Roy Jones juniornak nem kellett volna már az utolsó öt mérkőzésből legalább három. Nézd meg Mohamed Ali-nek a karrierjét. Nézd meg Mike Tyson-nak a karrierjét. Olyanoktól, kap, olyanoktól kapnak ki ezek a hatalmas... És egyébként meg ugye nekem megint csak egy ilyen lelki terhet akartak rám rakni, aztán én ezt így ledobtam magamról, mert nem vagyok hajlandó más kedvéért élni, vagy más elvárásainak megfelelően, tehát ráadásul olyan emberek, akik még életükben egy fekvőtámaszt sem nyomtak, várták volna el tőlem, hogy már pedig menjek vissza és halljak meg ott a szorítóba. Tehát rádöbbenni arra, hogy a képességeid meddig segítettek téged a csúcsra, és mikor kell nemet mondani, és mikor nem szabad mások elvárt igényei miatt akár az egészségedet kockáztatni, na ez szerintem egy sokkal fontosabb és nehezebb döntés. És látjuk, hogy világsztárok hát mutattak. Hát ott decemberben meghoztad a januári érkezéssel kezdve. Így van. Azért az egy komoly döntés, és nem vagyok... Most például lejátszottam a gondolattal magamban, miközben beszélgettünk. Én lehet, hogy olyan hülye lettem volna, hogy igen mondok rá. Én tudtam jól, hogy csak azért, hogy pénz... És nem ott szerinted kikaptál volna? Nem tudom. Ez a mérkőzés, ez nem azt jelentette volna, hogy az univerzum a jövőben is olyan szinten áll mögöttem, és segíti a közös munkát, a promócióval, a támogatással. Ez az a helyzet volt, hogy vagy húzza csikó, vagy megdöglik. Én meg akkor már közel 20 év ökölvívó tapasztalattal azt mondtam, hogy én nem azért szerződtem ide, nem azért élek Németországban, nem azért váltam el most a családomtól, hogy ilyen szituációba, ilyen megalázó szituációba oda menjek, és ne legyen meg az 50-50% esélyem, hanem egy sokkal nehezebb helyzetből próbáljak meg valami csodát. És ha ugyanez lett volna, ugyanennyi felkészülési idővel Németországban, akkor mit mondasz? Hát mondom, ez már nem is emlékszem, nem a Billy Hardy volt, meg nem mondom a nevét, hogy ki volt az akkori Európa-bajnok, de tudom, hogy konkrétan a Fritzel arról beszéltünk, hogy az amatőrök között ugyan nem boxoltam bele, de mindig mögöttem végzett. Látva a szakmai fejlődését, nem értem még el azt a szintet, ahol mondjuk én tartok vagy tartottam, tehát nem lett volna egy megoldhatatlan feladat, tehát nem azért nem álltam ki ellene, mert hogy ez egy megoldhatatlan feladat, hanem mert nem... Kevés volt az idő, és Londonban volt. Igen, tehát hogy nem volt garantáltan biztosítva az, hogy ez valóban az én szakmai karrieremben egy előrelépés lenne. Inkább arról szólt, hogy na, akkor most még vegyünk ki belőle egy kis pénzt. Én nekem meg erre nem volt szükségem. Tehát akkor már rég nem arról szólt. Nem. A profi ökölvívásnak azon a részén, ahol az látszott, hogy ezek a dollármilliók, ezek már eltávolodtak tőlem. Tehát az egy Hamed mérkőzéssel indult volna meg, maradtak az euró százezrek, azt meg úgy döntöttem, hogy most én köszönöm szépen. Egyébként a legtöbb bunyós ezért húzza el a pályafutását még évekig, mert hogy nem tudja otthagyni azt a pénzt, ami még ott van. Tehát ezek már olyan szakmai sikereknek a birtokosai, Darius is, hogy ott már neki csak az volt a motiváció, hogy még tovább menni, hogy még ki tud venni még egy-két milliót. Nekem meg úgy voltam vele, hogy ha már úgy előjönnek ebből milliók, és én már nem vagyok alkalmas erre az egészre, akkor nem rombolom le a pályafutásomat azzal, hogy még én is begyűjtöm. Tényleg, ha megnézed, mindenkinek ott van a végén, nagyon kevés olyan bunyós van. Joe Calzaghe egy ilyen üdítő példa, aki úgy tudta befejezni, hogy a csúcson világbajnoki címmel, hogy nem vállal több mérkőzés. A legtöbben jön a vereség, aztán a vereség után jön egy újabb vereség, aztán még egy vereség, és a végén ott vannak. Mi nagyon szeretjük Roy Jones, te is, én is, tényleg egy csodálatos emberket, de látszik rajta, hogy azért kicsit nem lassul. Igen, rozog a rá. Igen, rozog a. Na, viszont játszunk egyet. Mihez van kedved? Biliárd, van egy ilyen mini biliárd. Mini pingpong, csocsó, darts. Melyik az, ami ez most kedved? Pingpongozunk. Jó. Abba jó vagyok. Abba is. Lehet, hogy maradjon a biliárd. Jó. Maradjon. Egyszerűbbnek tűnik. De csinálj, csak így felrakjuk. Nem, jó, legyen biliárd, oké. Bármi mehet, mindenben nyerek. Várjál. Nem, így hogy ki tudjuk menni az egész. Aha! Ráadásul snooker, nem is biliárd. Nem biliárd, csak nincsen felfestve. A golyók azok biliárd golyók. Szerintem meg ez snooker? Nem. Hát lehet a snooker asztal egyébként, mini snooker asztal, de biliárd golyókkal, tehát azért biliárdozunk. De a biliárd az kétszínű. A snookerben vannak a... Nem, a csíkos, meg nem a... Az a snookerben nem. Az a rózsaszín, fekete, barna, zöld, kék,
Így tesszük el a snookert. Jó, hát nyerni fogok, látom majd. Nem vagy képben. Biztos vagy benne? Jó, hát szivattál, fel tudod állítani a golyókat. Jó. A box mellett mi az a sport, amit még szeret? Foci, ezt tudom. Igen, jégkorongozni nagyon szerettem. Csak pici voltam, meg gyenge. Mindent szeretek. Biciklizni nagyon szeretek, futni nagyon szeretek, triatlonozni. Te vagy a vendég, gyere, kezdjél. Jó. És akkor, ha először elmegy csíkos, akkor csíkossal vagy, hogyha teli megy el, akkor... Az igen. És akkor a végjáték az úgy van, hogy a keresztbe lévőbe. Tehát nem bemondás, hanem keresztbe lévőbe. Jó. Érdekes kezdés volt. És ha fekete elmegy, akkor vége. Akkor vége a játék. Jó, tehát oda kell kiszállni. Nem. Azt, hát, a végén, azt a végén tudjuk meg. Igen, ha oda szállok ki, igen, akkor ide megy a fekete. Így van. Tehát akkor oda kell kiszállni. Maradjunk a... jó, megszivattam magam. Olyan csíkkal vagy. És, de most te még nem lehetsz kétszer. Ja, nem, mert még nem mentem. Nem raktál el egyet se. Mekkora nálad a legkisebb gyerek most? 2,5. Én nálam. 2,5. Vince baba, nagyon nagy forma. Gyönyörű. Máshogy éled meg az apaságot? Hát egész más. Egész más. Hát. Bence, Geri, az egyik 30 másik 26. Igen, akkor én még aktív bunyós voltam versenyekkel, edzőtáborokkal, utazással, amikor ők születtek. Ott voltam be mind a kettőjük születésénél, de az édesanyjuk, az első feleségem érdeme az, hogy milyen felnőttek lettek, mert ő irányított az egészet. Most viszont benne vagyok teljes egészében. Hoppá. Én hozom vissza őket a suliba, esténként játék, a nagyobb fürdetés. Nagyobb mekkora? 30. A legnagyobb. De nem a most hat, az újjelzeség. 6,5. 6,5. És szegény, ugye Svájcba kezdtem el a sulit, francia sulit, és ennek tükrében 4 éves kora óta iskolás. Tökéletesen beszél igen. Franciául, ír, olvas. Ops, most kétszer vagyok. És oda rakom a karom? Innen igen, ezen a vonalon. A franciául ír, olvas, igen. 6 évesen. Uh-huh. Hát más. Még egyszer mondja. Igen. És könnyen megszokta, hogy Svájc, aztán Magyarország? Nagyon szerette Svájcot, meg nagyon sok barátja volt meg ott. Ez a suli is nagyon jó, a francia intézet, az Eiffel tényleg káprázat, de ott Champeté College-ban, ami Svájcban is egy nagyon komoly iskola járt, és ott annyira egyéni foglalkozásokkal volt teli, meg annyira szerették őt. De itt is, tehát hogy jól érzi magát itt is, csak hát ez más közeg volt. Ő nagyon élvezte. Most vissza akartunk menni, tessék? Vissza akartatok menni? Nem, vissza akartunk menni együtt most egy látogató vizitre, csak pont lebetegedett szegény Zalán, és ezért eltúrtuk a látogatást. Azért sok barátom, meg azért sok minden köt oda még. Más neki, hogy itt Kovács Kokó István gyereke az iskolában? Abban a suliban nem az, hát mondom, hogy francia suliban. A francia intézetben nem tudja? Hát, de tudják, mert az igazgató is, meg a persze, hogy tudják, meg van egy-két magyar osztálytársa is, de... De a tanárok azok? Tudod, a legnagyobb, egy fél évvel ezelőtt, még az előző évadban mentem be a gyerekért, és ott egyébként nem lehet bemenni a suliba, de pont be kellett értem mennem, mert bent hagyott a terembe valamelyik sapkáját, és két felső tagozatos, ugye ott 5 éves, 6 éves kortól, mondjuk 18 éves korig járnak iskolába, és két felső tagozatos, egy gimnazistás, egy összesugott magyarul, két, tudod ki az, nem, tudod ki az, tudod a srác a Starbucksból. Hát ez nekik már, ennek a generációnak, mert én vagyok a srác a Starbucksból. Időközben szépen vereséget szenvedsz, az megvan? Azért várjuk ki a végét. Nekem is egészen más egyébként megélni az apaságot ennyi idősen. Letisztultabb. Sokkal szentimentálisabb vagyok. Sokkal.
Tehát én van minden sírod magad? Azt nem mondom, de megkönnyezem, amikor oda jön és megölel és oda bújik. Tehát érdekes, meg sokkal jobban féltem. Tehát az a helyzet, hogy amikor én gyerek voltam, én olyan hajmeresztő dolgokat csináltam, hogy kimentünk biciklivel a főútra, nem tudom. Hát erről beszélünk. És túléltük. És a nagyobb gyerekeimet is elengedtem rollerezni, biciklizni, de a Domikának úgy fogom a kezét, hogy ugye el ne szaladjon, hogy... Én 6 évesen 4 megállót mentem villamossal, hogy eljussak a Kőbánya mozihoz. Most a fiamat eszem ágában nem jutna felrakni egy tömegközlekedésre, hogy elmenjen bárhova. Hát nem is menni. Igen. Na, hát itt a vége, fuss el véle, de nem oda akarok kiszállni. Ha nem ide akarok kiszállni, úgyhogy először azt rakjuk el. Azt el fogod tudni rakni, hát a zöldben még azért várni fogunk szerintem. Nem kellett volna várni, tehát jó volt az ötlet. Igen, csak... most lehet, hogy vége lesz, mert viszont elrakom a hetest, és ezzel lehet, hogy elmegy. Vagy kijön a fekete, vagy... Kijött. Így se rossz. Bye-bye, Sasha. Hoppá. Hoppá. Hoppá, rézi mi? Falra erősen meglőve, volt már olyan, hogy... majdnem sikerült. Mi ez az ing rajtad? Ez veterán... Ne! Ez hogy ment el a tiéd? Hát mert ott volt a szélén, és akkor én ide jövök. Veterán Bunyósok Alapítványa ezt egy... Mikor? 21? Mi van rajta? Igen, 21. 21-ben alapult, de végülis 22-ben kezdtünk el tevékenykedni. Pár régi bunyós barátom, a Ranek Sanyi, Szikora Pisti, Horváth Pisti, Takács Attila... Szikora Bunyós Pityú. Igen. Oda vagy, igen. Oda vagyok, igen. Találták ki, és megkerestek engem, meg még egy pár barátunkat, hogy csináljunk egy ilyen alapítványt. Összeraktuk ezt az alapítványnak az induló modelljét, ami egyébként szarul lett összerakva, tehát hegezgetni kellett rajta egy csomót. Arról szól, hogy mi veterán bunyósok tartsunk össze, vannak találkozóink, vannak rendezvényeink, támogatjuk a jelenkori ökölvívást, amiben csak tudjuk, most éppen tábort szerveztünk fiatal 10-20 éves gyerekeknek, támogatjuk az olimpikonokat, sajnos kegyeleti megemlékezésben is eléggé sokat kell szerepelnünk, tehát hogyha elhunyt egy egykori bajnoktársunk, akkor beszállunk a temetésbe, ott vagyunk a temetésen. Tehát sok mindennel foglalkozunk. Egy nagyon jó szerintem pont a birkozókkal beszélgettem, meg egy-két sportág az olimpikonja tette fel nekem a kérdést, hogy ez milyen jó, hogy nektek van egy ilyen, és ez tényleg jó, és köszönjük, mert te is támogatsz minket, és ezekből a támogatásokból sok mindenkinek tudunk szerencsére segíteni, mert ezt be kell látni, hogy az ökölvívó társadalom az egy olyan társadalom, ahol nagyon kevés nagybajnoknak sikerült az életét rendbe tenni, hogy utána az egy normális, hasonló életszínvonalon élje az életének a hátralévő részét, mint amilyen életszínvonalon éltem mondjuk ökölvívóként. Na, egyébként a Hellboxing Kings is ebben segít, azért ott elég komoly pénz van most. Há, persze. Ez az egymillió dollár özdíjazás. Ugye oda megyek ki? Oda, igen. Hát akkor szia, Péter. Szia, nem fog menni. Jaj, és azt se találtam. De kétszer vagyok. Te nem vagy kétszer a feketére, de... Oda... Na, nézzük. Na, és most viszont innen jövök, Péter. Látom. Kezdjünk újra? Látom. Kezdjünk újat? Nem, de hát ilyen hülyét, mint én, komolyan mondom. Na. Tehát ez csak a tisztelet, hogy nem merek egy olimpia bajnok világbajnokot. Ilyen szépen apostrofálod a hülyeséget. Na, hát ez csövön van, hogy ezt annak idején Kőbányán meg Angyalföldön. De mi gödöllön mindig azt mondjuk, hogy girindj, és akkor nem megy be. Hát de ez bemegy. Tehát ez bemegy. Köszönöm. Fénykép nézegetés lesz. Egy vízzel az ölünkben. Én mondjuk hozok egyet. Elosztod a fényképalbumodat? Megnézzük? És az én fényképalbumomról beszéljünk. Várj, egy kis rendet csinálok itt. Tudod, mi a borzalmas, hogy nekem nagyon gyerekkoromból, ami mondjuk a 0-tól 10 éves korig tartó gyerekkor, talán ha van 30-40 fotó, és abból most naponta készítünk a gyerekeinkről ennyit, mint amit akkor rólam 10 éves koromig készült, és ebből a 30-40 képből is vitatkozunk a bátyámmal, hogy az vajon én vagyok a képen, vagy ő na, a képen. Na most nézzük meg, én kigyűjtöttem mindent. Na, mutasd magam.
Jóba vagy most a bátyáddal? Mindig is jól voltam. Mindig is? Mindig is. Dacára annak, hogy nem értünk egyet sok mindenben. A testvéri szeretet az nem csak vele, a húgommal is, hát ez genetika. Húgod hány éve? Pont 10 évvel fiatalabb, mint mi. Én és a bátyám között másfél év van, 1 év 8 hónap, és a Niki 79-es, tehát mondjuk kevesebb, mint 10 éve, 9,5 év van köztünk. De ugyanúgy édesapától van. Persze, igen. Visszajött egy karácsonyra. És akkor? Igen. vagy a Gyuszi születésnapjára, hogy visszajárt, már elhunyt, Isten nyugosztalja, tehát azt azért nem lett kizárni, hogy nem vett rólunk tudomást, mert ez nem igaz, tehát ő azért visszajött karácsonykor, néha meglátogatott minket, de arról fogalma se volt, hogy én hogy tanulok, fogalma se volt arról, hogy én milyen életet élek, mit csinálok, tehát nem volt úgy jelen az én életemben, mint egyébként egy apának jelen kéne lenni, de ilyen alkalom akkor néha eljött és hozott egy villannyal hajtott kis vasutat. És anyukáddal sem tartotta a kapcsolatot? Ő? Nem. Csak meg pár év múlva hazajött. Hát hazajött egy ilyen, és akkor ott ragadt egy éjszakára. De a húgoddal sem foglalkozott? De a húgomat azt nagyon szerette, ő volt a nagy szerelem, tehát őt vitte-hozta mindenhova. Tehát én például nem voltam vele nyaralni soha. Aztán olyan 13-14 éves koromban, amikor a húgom, valószínűleg a húgom miatt sűrűn visszajárt, és akkor volt neki Szigetcsépen egy kis horgászháza, oda lehordott minket. Tehát akkor töltöttem bele egyszer-kétszer hosszabb időt, tehát napokat, vagy akár heteket is ott lent, de nem javult soha a viszony, tehát mindig ilyen hűvös távolságtartás volt köztem és apám. Ő sem nagyon erőltette ezt a én leszek most az apád. Mert elég korán befogtak téged dolgozni. Hajamra nagyon büszke vagyok, a gatyára annyira nem. Ez valami horgolt gatya, ezt lehet, hogy a nagymama csinálta. Hát igen, ez szerintem még nem is a Pongrász telepen van, hanem valószínűleg ez egy Újhegyi úton, mert amikor én megszülettem, akkor anyám pont akkor vált el, tehát mondjuk én születésem után egy 6-8 hónappal már ki is mondták a válást, és akkor anyu a Pongrász telepről az Újhegyi útra költözött, ahol most a Gutmann tóval szemben most talán egy uszoda van, vagy nem is tudom mi van épp. Ez ott volt, és ott volt egy balkónéni, aki amíg anyu dolgozott, ő vigyázott rám. Tehát én nem jártam bölcsibe. Oviba már jártam, meg akkor visszaköltöztünk a Liget utcába. Végig Kőbányán zajlott az életünk, és ez onnan van ez a kép. Nem tudom, mennyi lehettem. Egy-másfél év, tehát látom, nem sok reménykedéssel a tekintek. Nem sok remény volt ebben a szemben, de ha belenézel a szemben, ez a teljes segítségkérés, hogy valaki mentsen ki innen. És soha többet nem volt a édesanyjának senki. Arról szólt az élete, hogy látástól Mikulásig dolgozott és benneteket nevel. Igen. Volt egy pasi, én nem emlékszem rá, csak ilyen villanások vannak, akit meg a bátyám üldözött el. Tehát ugye ketten voltunk a bátyámmal, együtt nőttünk fel, anyu dolgozott látástól Mikulásig, és akkor egyszer valami pasit talált, akit odahozott, és a bátyám kidobálta a ruháit az ablakon. Ide nem jön pasi. Itt a bátyám. Igen, de itt szerintem ő a bátyám. Igen. Én már hátra, de fordított alapállással álltam fel, ami egy hülyeség. A Gyuszi kemény volt, fú gyereknek is. Borított mindenkit. Nagyon. És átvigyázott? Igen. Meg mi is verekedtünk sokat, hát engem vert rendszeresen, meg ő mindig is sokkal erősebb volt, meg agresszívebb volt, de féltek is tőle, meg szerették is, mert egyébként meg egy végtelenül tisztességes. Én mindig azt szoktam mondani az apostrofa, ha róla van szó, hogy ő Rejtő Jenő, az összes ilyen piszkos Fredes regényben ő volt a Fülig Jimmy. Tehát ő volt az a mindig vidám, mindig tetrekész, de bármilyen szemétséget azonnal egy pofonnal megtorló ember. Mégis megkegyelmeztek és visszavettek úttörőnek? De ez már az úttörő. Én egy évvel később lettem csak úttörő. 1976-ban kezdtem el a sulit, és 1984-ben voltam 8-os, és elméletek 1979-80-ban kellett volna, hogy úttörővé avatsanak, de azért nem avattak úttörő, mert volt egy csirkeölő egyesület, aminek én voltam az elnöke, és ott a MÁV telepen köpőcsővel
meg inekciós tűvel, egy tűpárnyát varázsoltunk egy csirkéből, a tulajdonosa behozta, hogy ő nem így szeretné használni ezt a csirkét, hanem más felhasználási módszerrel. És akkor az volt a büntetésünk, hogy hát akkor nem lehetünk úttörők, mert az úttörő 12 pontja az... Hát ilyet, ez nem ilyet, fél bele, nem fél bele. Egy évek később lettem úttörő, viszont ezen a képen is éppen szavalok. Tehát én akkor minden szavaló versenyen, mindenhol lenni. Megnyerted? Én általában igen. A suliban mindig, a kerületit azt egyszer-egyszer, és egyszer eljutottam budapesti szintre, ott már nem tudom, hogy szerepeltem, de például a Kire ütött ez a gyerek című darabunkkal, amiben Kökény Bea volt az én édesanyám, azzal nagyon komoly sikereket arattunk a Kőbánya szert az összes idősek otthonában, meg ilyen nyugdíjas klubban, mi voltunk a legnagyobb menők. Hát itt magasban van a kezed, uh-huh. Szép csokorkálával, ez hol történt? 1996 Atlanta, bátran állíthatom, hogy a pályafutásom. Így van, bátran állíthatom, hogy a pályafutásom csúcsa, az összes, tehát a két amatőr világbajnoki, a profi világbajnok, bármelyik cím töredékét éri ennek. Az olimpia továbbra is a mi sportágunkban, tehát valószínűleg egy teniszezőnek a Grand Slam győzelem többet ér, mint az olimpia bajnoki cím, vagy egy labdarúgónak a bajnokok ligája győzelem többet ér, mint az olimpia bajnoki cím, de az ökölvívás az egy olyan sportág, annyira olimpia centrikus, és a 200 valány tagország, aki az olimpiára szeretne kijutni ökölvívásban, mindegyik számára ez a legfontosabb. És én a 88-as szöuli olimpián találkoztam először magának az olimpiának az eszméjével, és azóta szerelmesen vagyok. Ez a 92-ben ugye bronzérem, egy őrület volt az élmény, az olimpiai élmény. Azóta volt szerencsém 8 alkalommal átélni újságíróként, szurkolóként, kommentátorként, egyszer edzőként, Athénben kétszer versenyzőként, tehát az olimpia az maga a csoda. És éltem, hát ott éltem az olimpia fővárosában 2 évet Lozánban, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székhelyétől pár kilométerre, szinte minden nap elfutottam előtte annyira. Most voltam egy pár hete Lozánban, és nem tudtam megállni, hogy ne menjek el megint oda. Persze nem az a szentély, mert nem ott, ugye Párizsból indult az olimpiai mozgalom, csak az első világháború környékén költöztek át Lozánba, de mégis nekem ez olyan, mint az alma mater, olyan, mint az indulópont, az origó. Két legenda. Laci bácsi. Igen, 91-ben ő még a Magyar Ökölvívó Szakszövetségnek volt a szövetségi kapitánya, de már Öcsi bácsi végezte az érdemi munkát, de Laci bácsi ott volt velünk. Nekem volt lehetőségem és szerencsém egyszer Laci bácsival eltölteni kettesben, hát nem akarok ügyességet mondani, hogy 5 napot, vagy 1 hetet, vagy 10 napot, de legalább 5 napot voltunk kint Tampában, Floridában, egy Challenge Cupa nevű versenyen. Ez a képe Sydneyben készült, a Sydney világbajnokság, 91-es világbajnokság után kezében az én érmemet fogja éppen. Ott akkor ő volt a sarokban, de nekem van még életre szóló élmény vele, hogy Tampában, ezen a Challenge Cupán, ott a szervezők egy ilyen tipe, ismered ezeket a nagy amerikai szállodákat, ami ilyen két emeletes, ilyen Red Roof Inn, meg Holiday Inn, meg nem tudom, ilyen inek, ami nem is annyira, inkább motel hát jellegű. Itt is van Magyarországon. Igen, igen, ez az inn, amikor, és ott laktunk egy jó pár napot, és ott a becsekkolásnál ott kaptunk egy king size ágyat, ami baromi jó, mert nagy, de az egy francia ágy. Tehát mondjuk kétszer akkor, mint egy francia, de akkor és is. Együtt aludtatok. És együtt aludtunk, úgyhogy ráadásul nem két külön takaró volt, hanem egy takaró volt. Tehát egy takaró alá kellett bebújnom egy legendával, a 3-szeres bajnokkal, aki ráadásul úgy aludt, hogy mondjuk egy 8 óra, akkor ráadásul ugye őt nem érdekelték ezek az átállásos dolgok, mert ő altatóval aludt, meg bevette az összes gyógyszerét, meg mindent, a nyugtatókat, minden. És ő azt mondta, mondjuk 7 óra, akkor megvacsoráztunk, bementünk 8 óra, akkor a szobába, és azt mondta, hogy jó éjszakát, kispajtás, bebújt az ágyba, elmondta az esti imát, és egy másodperc múlva, ő mindig azt mondta, hogy én beugrom az ágyba, és a levegőben már alszom. Tehát egy másodperc múlva aludt. És olyan csendesen, békésen szuszogott, én meg még nemhogy nem tudtam aludni, hát ugye lámpát nem lehetett kapcsolni, mert a Laci bácsi ott az, tévét nem lehetett bekapcsolni. Én meg ott szenvedtem, nem tudtam elaludni, a jetlag, meg az összes, és ott szenvedtem, az ágyba feküdtem, és itt alszik mellettem egy 3-szoros olimpiai bajnok, csendesen szuszogva, én meg még a takarót sem mertem megmozdítani, mert ugye egy takarón voltunk, de tényleg egy csodálatos élmény volt vele tölteni az időt. Hallottam egy hasonló sztorit, Dömsödi meséltem, amikor Párizsban Friderikusszal aludt egy helyben, de az egy másik történet. Hát ez egy nagyon szép kép, itt van a négy. A négy ékszerem. Na ez az a, tehát hogy az, hogy nekem 4 ilyen csodás fiam van, hogy a két nagyfiú ilyen szinten megállta már a helyét az életben. A két nagyfiú boxolt egyébként, mind a kettő. Ugye a Bencét látjuk most a Starboxban. Mind a kettő, meg a Gerit is. A Geri is, ő pontoz most már, elkezdte a karrier, tehát a Bence meg már a karrier lépcsőn, az ökölvívásban ott tart, ahol ember még nem tartott.
Tehát a, ugye az úgynevezett unification mérkőzés az a létező legnagyobb, az az, hogy a, ez mint a Puls Sándornak a labdarúgó világbajnokságnak a vezetése, az, amikor négy nagy szervezet elfogad valakit vezetőbírónak, az nagyon-nagyon ritka. Eddig összesen, amióta ez a négy nagy szervezet létezik, és amit a négy nagy szervezet kell ahhoz, hogy unification meccset vívj, összesen 16 ilyen mérkőzést vívtak, és ő ebből a 16-ból már kétszer kapott meghívást. Az elsőnél 28 éves volt, ami olyan szintű korrekord, hogy 28 évesen még világbajnoki meccset sem szoktak kapni, nem, hogy négy meccses meccset. Ő megkapta 28 évesen az Innova mérkőzésen ezt a lehetőséget, ott fényesen bizonyított, úgyhogy idén megint visszahívták Japánba. Most pár héttel ezelőtt volt ott neki egy szintén négy éves mérkőzés a Innovának, és megint ő dolgozott rajta, úgyhogy őt már Japánban, már amikor leszáll, már mondják, hogy Kovács-san, és már hajlandanak előtte. A Geri most kezdte mondjuk egy évvel ezelőtt, egyelőre főleg pontoz, de én már azért beküldöm a szorítóba, amatőr meccseken, meg ilyen felhozó meccseken már azért dolgozik, mint bíró, igen. És ez igaz, hogy ők veretlenül vonultak vissza? Hát egy-egy meccsük volt. Amatőrben volt egy ilyen felhozó meccsük, és aztán megnyerték mind a ketten, aztán talán a Bence döntőfölénye, vagy a Geri, nem is tudom, egyikük döntőfölénye, másik pontozása, és akkor az édesanyja persze teljesen jogosan meg is értem, hogy azt mondta, hogy köszöni szépen, nem. Azért ezt be kell látni, hogy ez az éhes gyerekeknek a sportja. Tehát, hogy itt ide Rózsadombról, de még a harmadik kerületnek azon részéről, az Ezüsthegyről sem biztos, hogy nincs meg az a motiváció, nincs meg az a fájdalomtűrők, nincs meg az a kiugrási lehetőség, kiugrási vágy. Hát milyen kiugrási vágy, amikor már 18 évesen saját autód van? Tehát, hogy, és ez jó, tehát félreértés ne essék, nekik már nem kell ezért megküzdeni, mi megküzdöttünk érte, ők nem élvezik ennek a hasznát, hanem nekik már nincs rá szükség szerencsére, hogy ők is megküzdjenek az életnek. És én ez minden apának, neked is gondolom, ez a legfontosabb, hogy a gyermekeidnek ne kelljen mindenért megküzdeni. Még hogyha egyébként egy lélekemelő, meg egy embernemesítő dolog a küzdelem, de ha már nekem sikerült ezt a küzdelmet megvívnom, akkor nekik ne kelljen már ennyire nehéz feladatokkal szembenézniük. Úgyhogy ők megmaradtak bírónak, abban viszont baromi jó, mind a kettő. Geri is, meg a Bence is. Érdekes, mert egyrészt én szeretem az ökölvívást, most ugye a Hellboxing Kingsben én is részt veszek, viszont a fiam nagyon-nagyon tehetséges labdarúgó volt, most 14 éves. Pár éve kiválogatták a Fradiba, akkor nem engedte az édesanyja, hogy minden nap edzésre járjon, most vissza akart menni, most csak a Fradi B csapatába lett volna lehetősége. És abba hagyta a focit, pedig ballábas csatár, tényleg nagyon-nagyon jó volt, és elkezdett boxolni, de még csak sparingol, de én nem szeretném, hogy a boxol legyen őszintén. Ez is, tehát nálam se szerették volna, se édesanyám, se a nagymamám, nagypapám nem akarta, tehát az ő tudtuk nélkül vágtam bele ebbe az egész karrierbe, csak amikor kiderült, hogy ebben egyébként meg eredményes és sikeres vagyok, akkor megértették, hogy az viszont bűn, meggátolni, hogyha valaki, az biztos, hogy... Igen, de a földön látni a fiadat, amikor kap egy KO-t, az egy szülőnek. Ez nem kérdés, hogy én belehalnék a fájdalomba. Igen. És épp ezért én is örülök neki, hogy nem válaszolt egyetlen gyermekem sem, mert nagyon nehéz lehet szülőként megélni Igen. ezt a sportot, és úgy nézni. Az édesanyám sem nézte soha a mérkőzéseimet. Nem nézte. Nem, sőt, ő az a fajta szülő volt, aki az ellenfelemet is sajnálta, mert hogy annak is van anyukája. Tehát, hogy ő annyira empatikus volt már ezen a vonalon is, hogy beleérzett abba, hogy az ő anyukája vajon, hogy élte meg azt, amikor én boxoltam vele. Na hát ez egy elég érdekes kép, Ormán Viktorral vagy. Most hittem, hogy a labdarúgóként akarom, hogy a labdarúgásról beszélünk, itt is egy egészen kiváló labdarúgó volt találkoztam. Szerintem ez, a Kövér László is ott van még, ha jól látom, szerintem ez 1999 a Budapest sportcsarnok, amikor az Interkontinentális, a nemzetközi bajnoki címmérkőzésen nyertem, ott Igen, ez egész biztos, hogy az. Mert utána... Igen, jóban voltatok? Mi jóban voltunk? Hát több meccsemen is kint voltunk. Kint volt 2001-ben a Diaz elleni világbajnoki meccsen Münchenben, meg utána mi találkoztunk többször, sőt, volt olyan jó fej, hogy baráti segítséget is nyújtott nekem, amikor én egy kicsit szét voltam zuhanva 2001 nyarán, amikor elvesztettem a mérkőzésemet, akkor én kaptam talán nem tőle, hanem valamelyik emberétől egy telefont, hogy figyelj, hogyha el akarsz vonulni, akkor ott van az összödi kormányüdülő, ott biztos, hogy nem fog téged senki zaklatni, és akkor egy hétre lementünk a Dariusszal, a Fritzel, és akkor ott laktunk mi is a kormányüdülőben. Tehát én nagyon jóban voltam, mert szerintem most sem vagyunk rosszban, csak nem beszélünk, nem találkozunk. Uh-huh.
politika neked fontos volt? Vagy mi az, ami miatt megkedvelted Orbán Viktort? Volt nekem fontos a politika, vagy nem... Mint emberkedvelted? Hát nézd, amikor egy sportoló azt látja, hogy az ország első embere ott van, és szurkol neki, és támogatja, és bízik benne, és szépen beszél róla, akkor ez egy nagyon szívet melengető érzés mindenket. Lehet itt elvonatkoztatni attól, hogy egyébként meg milyen politikai cselekedetei vannak és voltak. Ráadásul azért nagy részt ez a fajta tradicionalista gondolkodás, vagy a hazaszeretettől kezdve sok minden másban jelentős részben egyet így értettünk. Tehát, hogy én nem azért szavaztam a Fideszre, mert Orbán Viktor kijött a mérkőzéseimre, hanem azért, mert a Fidesznek az akkori elképzelései, irányvonala... Nem lehet elvenni tőle, hogy nagyon fontos neki és nekik a nemzeti érték, és nagyon fontos a sport. Így és mind a kettő szerintem nagyon-nagyon fontos. És ez nem is kérdés, hogy egyébként meg azt láttuk, hogy amikor nem ők vannak kormányon, volt ilyen 8 év, akkor a sport nagyon nehéz helyzetben volt. Akkor ezeket a nemzeti értékeket kevésbé érezte az ember fontosnak a kormányzat. Tehát sportolók ezt éreztétek? Hát ha csak nézd meg a sportköltségvetését. Tehát ha valaki sportoló, akkor ez nem létezik, hogy nem látja a különbséget egy 2002 és 2010, vagy egy 2010 óta tartó kormányzásban. Hogy ez a jelenlegi sport finanszírozás valóban jól van-e felhasználva, az egy másik kérdés, arról is lehetne hosszan beszélgetni, de az, hogy egyébként a jelenlegi sporttámogatás az valami elképesztő, az Európában is egyedülálló, és ez egy csodálatos dolog, tehát sportolóként megélni azt, hogy tényleg mennyi minden lehetőséget nyújt ez számodra, az teljesen egyértelmű. Én nagyon szerettem volna nekik, és most akár neki is, vagy a Fidesznek segíteni, ennek a jelenlegi sportvezetésnek. Aztán, hogy ez nem így alakult, ez valószínűleg nem annak köszönhető, hogy mi nem vagyunk jóban, hanem annak köszönhető, hogy egyébként meg mi nem találkozunk és nem beszélünk erről, mert sokan azt hiszik, hogy én akár egy telefonhívásra vagyok tőle, de én meg soha nem akartam egy telefonhívásra lenni senkitől. Tehát én nem a politika segítségével akartam, vagy akarok akár például a Magyar Körülszövetség elnöke lenni, hanem én azt hiszem és abban reménykedem, hogy ennek az országnak valóban szüksége van azokra a sportvezetőkre is, akik nem politikai oldalról közelítik meg a sportot, hanem sportszakmai oldalról közelítik meg. Tehát nekem ez a fajta vele való jó kapcsolatom és barátságom, ez soha nem jelentette nekem azt, hogy én olyan előnyöket élvezek, amit mondjuk esetlegesen nem érdemelnék meg. Most is, ha találkozunk, akkor arról szól a beszélgetésünk, hogy hogyan van miniszterelnök úr. Hogy vagy, Kuku? Köszönöm szépen, rendben vagyok. Én is rendben vagyok. Akkor jó szurkolás, mert általában a Fradi pályán szoktunk találkozni. Hát ez tök jó. Főzzünk valamit. Főzhetek? Én azt szerettem volna javasolni, hogy főzzön az, aki jobb biliárdban. A másik, tehát mivel te nyertél. Megnyertem a lehetőséget. Ezért megnyerted a lehetőséget, így van. A Hubert Tibit, hogy beszéltünk róla, 2001, nekem én akkor még Versace-zott, meg mindenféle ilyen cuccokat hozott be, és mutatott nekem, küldött egy fényképet e-mailben a Tibi, hogy figyelj, most érkezett, kurva jól néz ki, Versace öltöny, pont a te méretet kéred? Jó, persze kérem, tudod mit, hoz ki, küldtem neki jegyet, hoz ki januárban a meccsre, és akkor ebben a banketre majd ebbe megyek. Kihozta, de amilyen hülyék voltak, megálltak ingázban, minden. Nem ért oda a szállodába 5-re, amikor én meg már kimentem a csarnokba. Felhívott, hogy figyelj itt az öltőt, kis köcsök, hol van? Hozd ki a csarnokba, és majd behozod az öltözőbe. Megérkezett a Hubert az öltönnyel, most be akart jönni az öltözőbe, VIP jegye volt. De a VIP jegye az öltöző folyosóra nem elég. És fölhívott, hogy nem tudok bemenni, mit csinálják? Hát mondom, hogy keres valakit, akinek olyan a akkreditáció, hogy be tud jönni. Visszament a rinks széléhez, nézelőd, és ott állt az Orbán, mit tudom, valakivel. És oda ment az Orbánhoz. Megnézte, és azon rajta volt, hogy all access. Szóval figyelj, és akkor még aktuális miniszterelnök volt. Figyelj, te be tudsz menni az öltözőbe? Mondta az Orbán, hogy persze, be tudok. És itt van, adod a Kovácsnak, jó? És ott az Orbán kezébe adta az öltönyt. Nem mondom. És ez megtörtént. Kopognak az ajtón, mondom, gyere, és kinyílik az ajtó, és az Orbán Viktor jön be az öltönyömmel 2001-ben. Ne haragudj, Kokó, de egy barátot küldi az öltönyt. De jó, fel, bevitte. Bevitte. Mondom, köszönöm szépen, miniszterelnök úr, benyílt. Aztán mondom, hogy ez micsoda, és milyen vicces, tényleg néha eszembe jut, hogy honnan indultam és hová jutottam.
Tehát ez például egy andalúz étel különlegesség. Gula. De ugye nyugtass meg, hogy ez tészta és nem más. Nem tudok megnyugtatni, mert ez egy bébi angolna. Mi bajod van a bébi angolnával? Én még nem ettem angolnát. Hát majd most fogsz. És de azt fogod mondani, hogy iszonyatosan finom. Persze. Én a lazacot, kalamárit szeretem. De ez figyelj, ez egy, azért, amiről épp kezdtem, hogy a Pongrász telepen viszonylag szűkített étrenddel éltük az életünket, tehát ezért nem nagyon jelent meg a steak, hús vagy bármi ilyesmi. Iszonyatosan finom, hogy meglátod. És máshol nem is lehet ezzel találkozni. Tetszeni fog, mondom. Érdekes. Hát persze. Az a neve, hogy gula, ez nem tudom, hogy nem beszélek spanyolul, de gula de norte, úgy hívják ezt az ételt, ami az észak-falánk... Gula de norte, igen, az észak-falánksága, észak-falánksága, vagy valami ilyesmi. Az Andalúziában ez ugye az ott a Malaga, Almeria, az a rész, ahogy kezd a spanyol, az Iberiai félsziget kezd behajlani és menni el Benidorm felé. Azon a részen ezt nagyon szeretik. Viszonylag olcsó is a közérben megvásárolni, ami még kell hozzá, rák, fokhagyma, olívaolaj, és gyakorlatilag ennyi, borsó, és meg is vagy. De jó. És 15-20 perc alatt elkészül. Ilyen bébi angolnát nem is lehet máshol kapni. Nem. De még a spanyoloknál is, ha még nem néztem mondjuk ő Madridba vagy Sevillába. Ez körülbelül 2-3 héttel ezelőtt hozta. Ne félj, nem majd ez. 2-3 héttel ezelőtt hozta a Feri papa. És ő rendszeresen jár ki, és neki mindig friss. De mindjárt megnézzük, mi van ráírva. De ez mire lép? Igen is, meg nem is. Tehát nem kell nagyon lefagyasztani, de ez mire itt volt még. Szerintem vettem ki a hűtőből. Na itt van. Na. 2023-08-10. Az tökéletes. Azt a vagy. Nem a rész. Na, szóval akkor a recept. Tehát veszel, ez az úgynevezett gula baby angolna. Felhívom Juan Pablo Chacont, hogy küldjön angolnát. Nem, ezt nem ő küldte. Ő az olajat küldte. De azt én adok neked. Megveszed a gulát. Ez egy baby angolna, ami a maga módján, lehet, hogy még kellett volna egy picivel több olajat rá. De ez maga a köret lesz? Nem, ezt tesszük. Nem majréz. Nem, de nehogy majréz, most csak kiencsőjök. Mennyire szereted? Angolnát teszünk rákkal, akkor magyarul. Igen. Kérek egy fakanalat. Parancsolj, kérlek. Fasanel. Viszont kérem még az olajat. Nem, ne rakjuk át egy nagyobb, jósan nem tudjuk a nagyobb serpenyőbe átrakni. Nem, ez itt teljesen jó lesz. Várj, hogy vegyem le. Volt van olyan szituáció, hogy... Rosszul sikerült a gula? Hogy az utcán bekóstolt valaki? Amióta úgy ismert vagyok, azóta nem. Gyerekkoromban többször, hát a Pongrász telepen is, meg a... És külföldön? Hát ez már nagyon rég volt, ez a legalább 10 éve. Kálomista Gábor barátommal nyaraltunk, és a Bertolucci-nak a fia. Gondolom, erre a sztorira gondolsz. Mikor volt? Amikor a görögök megnyerték az EB-t. Ez 2004-2000... Lehet, hogy később kellett, 2004-2004, nem 11 tudom. 11 éve, igen. Vagy már majd, lehet, hogy 20. És ott nyaraltunk... Lehet, hogy nem is görög, hanem Korfu, lehet, hogy Korfu nyaraltunk éppen, egy Capsis nevű szállodába, de lent a közvetlen tengerparton kajáltunk mindig, ott volt, a Gábornak volt egy nagyon, nagyon jó ismerőse, akinek iszonyú jó görög étterme volt, és mindig ott kajáltunk. És ott nála volt egy nagy képernyős tévé, és ott megnéztük az épaktális meccset, a család meg már hazament. És a vége lett a meccsnek, 10-11 óra, elindultunk vissza a szállodába. És ahogy sétálgattunk vissza a szállodába, elsétált mellettünk egy meseszép modellalkatú csaj, tűzpiros miniszoknyában, és úgy nem, tehát tényleg nem füttyentettünk meg, de automatikusan az ember oda néz. És ott ment mellettem egy srác a mi társaságunkból, aki lehet, hogy picit tovább nézte mondjuk ennek a lánynak a lábát, de nem, tényleg nem volt ez, tehát ilyen kirívóan volt felöltözve a csaj. És akkor mellén kértenek a Bertolucci-nak, a filmrendezőnek a fia, akiről még ezt nem tudtuk akkor persze, és ott nyomdafestéket nem tűrő hangon ott számok. De kemény srác volt? Egy nagy darab, nem volt, de úgyis. Nagyon nagy darab, egy két méteres nagy, egy hatalmas nagy felfújt szartajtáj, tehát nem volt egy vészes terem, egy kigyúrt valami volt, tele szarzokni, és ő ott nekünk szegezte a kérdést, hogy mi van, meg akarjátok bújni a feleségemet, mi van?
És akkor ott a Gábor is, meg én is ott csitítgattuk, hogy dehogy, de ő is kérde, dehogy is, csak gratulálunk, hogy milyen csinos, meg én is. Csak kötözködött, és akkor a barátunkat, aki velünk volt, azt úgy meglökte. Én meg akkor rögtön aktivizáltam magam, és akkor mivel sötét volt, mert hogy mentünk felfelé, elég sötét volt ott azon a környéken, mentünk felfelé, ott helyzeti előnyben voltam, mert én voltam feljebb, ő meg lejjebb, tehát durván egy magasságban voltunk, de nem láttam túl jól, ezért legalább hármat vagy négyet rávertem a fejére, mire elesett. Csak ezen valószínűleg meglepődött, mert baromi nehezen tápászkodott föl, majd megint rám akart ugrani, de még mindig én voltam magasabban, és akkor kiléptem oldalra, és valamit nem tudom, amit egy horgot vagy egy csapot, valamit rávertem, és ott meg fejjel beesett a bokorba, és onnan már nem jött ki. Ott már ott maradt, meg ott hagytuk. Bementünk, és akkor ez már ott volt a kapszisznak a bejáratánál, tehát a kapszisznak a londinerei, meg az összes szállodajok, már kirohantak. És akkor ott mi ott hagytuk az egészet, nem foglalkoztunk fel. Nem is tudtuk, hogy egy szállodában lakunk egyébként ezekkel. A csaj közben visszajött, az ott óbégatott, meg ott magyarázott, mi meg bementünk, és lefeküdtünk aludni. És tudod, az ember, hát hogy a volt feleségem, meg a két gyermekkel voltam, meg talán az anyósom is ott volt velünk, vagy az édesanyám egész biztos ott volt velünk, az ember nem azzal kezdi este 11-kor, hogyha hazaér, hogy felébreszti a családot, és elmeséli, hogy most itt 10 perce pont pofán vágott valaki. Tehát ez egy, nem egy olyan ügy, amire az ember nagyon büszkélkedik. Másnap a reggelinél ülünk, és ott ücsörögtünk, és egyszer csak odajött hozzánk ennek a kapszisznak az igazgatója, aki ismerte a Gábort rendesen, hogy Gábor, van egy kis probléma, be kéne menni Heraklionba vallomást tenni, mert ennek az a Bertolucci gyerek feljelentett titeket, hogy ti nem csak hogy megvertétek, de meg akartátok erőszakolni a feleségét. Jézusom, és akkor a feleségem, aki úgy helyen közel értette, hogy miről van szó, hogy rám nézett, hogy mi történt. Semmi, majd elmondom. De aztán nem lett belőle semmi, tehát mondtuk, hogy hát ez a... De elhitték, hogy... Nem, mert hát a szálloda alkalmazottai is látták, meg ez a pali, ennek már volt problémája, tehát ez nem az volt az első eset, hogy itt belekötött... Hova tette a rákot? Itt van a rák. Jó. Tehát, hogy nem ez volt az első eset, hogy belekötött itt a vendégekbe. De be kellett mennetek a rendőrségre? Nem. Végül? Nem. Hát engedem, de egy deci fehér bor, ha még egy kicsit meglocsoljuk. Fél deci elég, mert csak ketten eszünk. És utána a csávó oda ment hozzád, vagy nem? Nem, szerintem meg se ismert. Szerintem fogalma se volt, hogy kivágta pofán előző este, mondom, sötét is volt, meg gondolom, még a cik is lett volna neki. Nem baj, hogy kicsit megcsillizem, ugye? Én nem nagyon szeretem a csípőset, tényleg csak az ízeket. Jó, akkor van nagyon keveset. Szereted? Ennek kell egy pici színe legyen. Hát azért nem lehet olyan ciki, figyelj, egy olimpiai világbajnok boxoló, tehát azt mondta, hogy lehet, hogy hülye, hogy egyetem beleköt. Hát nem tudta, hát honnan tudnád, este egy görög faluban sétálsz fölfelé részegen, miből gondolnád, hogy ott egy olimpiai bajnokkal fogsz pofoszkodni? És mennyire vagy most elfoglalt a Starbucks miatt? Ez nekem összetett, mert azért sok minden van a Starbucks mellett, ugye most a Magyar Ökölve Szakszövetség elnöki pozícióját kiírták. Én érzek magamban annyi késztetést, meg erőt, meg olyan támogatottságot, hogy elindulok ezért a pozíció, úgyhogy ezzel is elég sokat kell foglalkoznom. Van a Starbucks, mellette a WBO, mint európai alelnök sok feladatot, meg sok utazást hoz magával. Igen, aktív alelnök. Igen, tehát azért sok mindent kell még mellette. Ott van a két gyermek, ott van egy még mindig versenyző feleség, egyszer nem hajlandó abba hagyni a... Igen. Hát ő ugye indult a tavalyi atlétikai világbajnokságon, most jövő héten egy nem hivatalos atlétika Európa-bajnokság, csapat Európa-bajnokság lesz Varsóban, ahol maratont fut, aztán még Nizzában is. Hány évben kezdtetek? 79-es, 9,5. Ez nagyon sok. És aktív. Még mindig aktív, igen. Hát most a vízérfél maratonon ezüstérmes lett magyar bajnokságon. Még mindig 1:16-ot fut félmaraton, ami brutális. És te gyerekkorodban azt mondod, hogy egy ilyen konzervatív, meg középosztályhoz tartozó családban nőttél fel nálatok, akkor ezek a gasztronómiai dolgok megjelentek már gyerekkorban? Nem. Én az túlzás, én lakótelepi gyerek vagyok, de édesanyám... Az sem mindegy, hogy Gazdagrét, vagy Gödöllő. Gödöllő lakótelep, tehát ez a klasszikus lakótelepi gyerek. Csak azt mondtam, hogy édesanyám vezetőbeosztásban volt,
üzletági igazgató volt az egyik biztosító társaságnál, üzletkötőként kezdte, aztán üzletági igazgató lett, és meg tudta teremteni Exxon gyerekének hát mindent, amit szerettem volna, de tehát nagyjából mint egy átlagos család. Tehát fiatalabb vagy, mint én, te 70? 5. Hát az 5 év. Még ugyanaz a generáció, de már azért igen. Neked a rendszerváltás az még nagyon gyerek. Igen. 14 éves voltam. Hát igazából nem addig gyerek voltam, és a 90-es években kezdtem el járni bulizni középiskolába, tehát az volt azért a fiatalkor, de a gyerekkoromban ugyanúgy a 80-as évek. Akit az istenek szeretnek, örökre meghagynak gyereknek. Ott tartunk, hogy már AI robotok vannak, és át fogják venni az irányítást az életünk felett. És majd akkor, jó, és az végén ezt ki lehet tunkolni. De jó. Jaj. Borból tölthetek? Igen, kérnék egy kortyot. Szóval egészen hihetetlen. Ha már itt alszom nálad. Most forgattunk. Vigyázz, mert horkolok. Most forgattunk Michele Moronéval. Megan Foxa van egy új filmje, a Subservience, ami arról szól, hogy egy családapa két gyereket nevel a feleségével, a felesége szívinfarktus kap, szívátültetés, és a jövőben játszódik, és egy ilyen háztartási robotot, ez Megan Fox, vásárol, hogy amíg a felesége kórházban is felépül, ellássa házi munkát, de egy ilyen női terminátor képzelj el, csak nagyon csinos, minden megcsinál, és aztán tudatára ébred, beleszeret a pasiba, ugye Michele Moroni jó pasi, és utána meg akarja ölni az egész családját. Nagyon jó a film, de az van, hogy utána kijössz, és azt mondod, hogy ez már nem a jövő, hanem itt tartunk. Hát figyelj ki, 1984-et elolvasod. Orwell, igen. Ugye, igen, tehát egy csomó olyan dolog van, ami így rémisztő, hogy hova megy a világ, és nem írjam a... Ahogy beszéltünk, amit kérdezted, hogy én nekem boldog gyerekkorom volt, és el nem cserélném. El nem cserélném a most 2,5 éves Vince baba, vagy a 6 éves Zalánnak a gyerekkorára, miközben ők sokkal többet kapnak az élettől, de a jövőjük sokkal több kérdőjelet tesz már eléjük is. Nekünk nem volt kérdőjel a jövőnkre, nem is foglalkoztunk a jövőnkre, mert biztosnak tűnt. Tehát 1980-as években az embereket nem zaklatta, stresszelte a jövőjük, mert az olyan egyértelmű volt, hogy majd így mindig lehet, majd valahogy lesz. Most nem látom ezt a valahogy lesz. Úgy amblok a világban, hát itt teljesen megbolondultak, az értékeket elvesztettük, hát azt nem tudjuk már megállapítani valakiről, hogy nő vagy férfi. Tehát annyira elhűlt a világ. Ez nagyon-nagyon jól szóboztad egészségedre. Szóboztad ezt, hogy ki férfi, ki nő, és itt van az Imana Khelif Ámori Luca mérkőzés, és te, mint egyrészt a VB alelnöke, másrészt pedig én úgy tudom, hogy részt vettél az olimpiai szakszövetség munkájában. Hát ugye az IBA-nek voltam, meg az AIBA-nak voltam a főtitkára 2 éven keresztül, pont akkor, amikor az Imana Khelif először lebukott. Illetve azért nem mondom, hogy lebukott, mert én azt el tudom hinni, vagy el tudom képzelni, talán nem, de elképzelni el tudom, hogy nem tudott erről, hogy ő neki XY kromoszomái vannak, de mi 2021. május 15-én az isztambuli női világbajnokságon, ahol ez nem a mi döntési jogkörünk egy ilyet elvégeztetni, van egy orvosi bizottság a Nemzetközi Körülbelül a Szövetség, és az orvosi bizottság azt jelentette, hogy szerintük itt fennáll a gyanúja annak, hogy ez a versenyző, ez nem felel meg a női kritériumoknak. Tehát amely... már 2021-ben tudták. 22 évvel az olimpiára. Így van. 22 májusában ott elrendeltük, ugyanis az IBA-nek a szabályzatában benne van, hogy az orvosi bizottság bármikor elrendelhet random DNS-tesztet, random gender-tesztet. Az orvostudomány mai állása szerint kétféle nem létezik. Más tudományok most már 9 nemet tartanak, ha te magadról azt állítod, hogy hűtőszekrény vagy, senkinek nincs joga ezt felülbírálni, mert te magadról is állíthatsz bármit. Köszönöm, hogy a nevemről, a hajdóról, mosógép vagy. Nem, de akkor mit tudom, akkor nem. Tehát, igen, de, ha te nő lennél is állíthatod magadról, hogy férfi, ez jogod van. De ettől még a genetikád határozza meg, hogy te ki vagy. Az én értékítéletem szerint, főleg egy ilyen fontos kérdésben, hogy ki kivel verekedhet. Hogy egy nővel verekedj, az neked azt kell bebizonyítani, hogy te nő vagy. Erre az egyetlen és legkézenfekvőbb bizonyíték, az nem az útleveled, és főleg nem a születési anyakönyvi kivonatod, ami
ami azért az egy dokumentum, amit valaki kiállít, azért az nem olyan biztos, mint egy orvosi szakvélemény, amely mögött egy komoly tudomány áll ág. És akkor mi elvégeztettünk egy random DNS tesztet vele is, illetőleg egy tajpei, kínai tajpei hölgyel is, és versenyzővel, és mind a kettőnél azt írta az eredmény, hogy abnormális státusz, ez a kromoszoma állomány, ez a male cartotype, tehát a férfiak kromoszoma állományával egyenlő. Tehát azt kijelentette, hogy ez a versenyző, ez nem női kromoszoma. Tehát Imana Khalifről van egy ilyen szakvélemény. Kettő is. És ezt te láttad? Az egyik, azt én rendeltem el. Ezek után nem ezt az embert, mert nem mondhatom, hogy senő se férjük okolom, hanem aki engedte őt elindulni. Az történt, ez egy konkrét eset, ugye a 2021-es Párizs olimpia, hogy 2021-ben változtatott az IBA is a szabályrendszerén, miszerint a női versenyben csak azok indulhatnak, akik XX kromoszómával rendelkeznek, azaz női kartotáj. Az olimpiai bizottság, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, aki ezt az olimpiát rendezte, viszont nem vette figyelembe ezt a szabályváltoztatást, és hogy még a régi szabály szerint, amelyben, de ez már egy 1000 éves szabály, amelyben elég volt, mert még nem létre, ilyen problémával nem találkozott még soha a világ sportja. Hogy egy férfi el akart indulni a nők között ökölvívásban. Ezért az ökölvívás arany szabályaiban ez nem szerepelt. És a Nemzetközi Olimpiai Bizottság még azt a szabályt vette figyelembe a regisztrációnál, meg a nevezésnél, meg a verseny alatt, hogy ami az ő útlevelében szerepel, illetőleg ami az ő születési bizonyítványában szerepel, az alapján rangsoroljuk. Ha a nő szerepel benne, akkor ő nő. Akkor, hogyha ilyen szakálla van. Ha ez van benne, tehát ha te tudtál volna szerezni magadnak egy női útlevelet, és tudtam volna szerezni magadnak egy női anyagot, hát a szabályok nem zártak volna ki. Hiába vagy te férfi, nincs senkinek joga azt kérni tőled, hogy bizonyíts be, hogy te férfi vagy. Tehát nem mondhatta azt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy tord le a gatyádat. Hú, de beteg ez a világ. Beteg világ. És tudod, mi a legszebb, hogy mivel nincs meg ez az a jó akkor létezik, még egyszer, létezik nálad, te rendelted el a vizsgálatot, és nálad van az a dokumentum, hogy Imana Khalif, XY kromoszómával mail kartotáj. Igen, de ezt mi nem is rejtettük véka alá, tehát ezt az IBA is elmondta, mindenki elmondta, ők is tudják, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is tudja, hogy ez, sőt, hozzájuk is elkerült, mert elkerült. Miért csinálták ezt? Tehát az, hogy az olimpiának a nimbuszát. Mert nem vették figyelembe ezt a problémát az olimpia kezdetéig, amikor meg már elkezdődött, akkor már egy folyamatban lévő ügyben változtatni valamit, ami egyébként az IBA nek kedvez, hiszen ők ezt előre megmondták, ez egy olyan politikai veszteség lett volna a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak egy általuk kizárt szövetséggel szemben, amit nem vállaltak föl, inkább engedték ezt a folyamatot. De milyen egyszerű lett volna, és ezt én annak idején, amikor Athénben a doping mizéria elkezdődött, talán emlékszel a két dopingos sportolónkra, két nehéz atlétánkra, ott is azt mondtam, hogy milyen egyszerű lenne igazolni, hogy igazuk van, tessék oda menni és pisilni, vagy a Khalif esetében milyen egyszerű lett volna igazolni, hogy őt feleslegesen rángatják és feleslegesen vádaskodik itt a Elon Musk-tól kezdve, a Roin kisasszonytól kezdve mindenki. Oda megy az Eiffel-toronyhoz, és azt mondja, jöjjön most ide egy független labor, vegye le a mintát, én addig itt ülök, amíg vissza nem jön a minta, amely igazolja, hogy én nő vagyok. Hát ezt miért nem akarja ő bebizonyítani? Nem? Tehát, hogy a vének tanácsa, amikor ilyen logikus, egyszerű gondolkodás, amikor nem politikai, meg nem tudom milyen megkerülés, meg hogy az oroszok végeztették el a tesztet, tessék. Mi tudunk valamit, ami egyelőre szembe megy azzal, amit ő állít, akkor most jöjjön ő, és bizonyítsa be nekünk, hogy mi rosszul tudjuk. És az egész világ a lába előtt heverne, annyi pénzt keresne beperelni az Elon Muskot. Egyébként azt hazudta, hogy beperel, senkit nem perelt be. De hogyha tényleg így lenne, hogy ő be tudná bizonyítani, hogy ő nő, akkor egyrészt beperelni a félvilágot, és az Algéria nemzeti adósságállományának a többszörösét kapnák észhez, másrészt meg például Eddie Hearn, egy profi menedzser felajánlotta neki, hogyha be tudja bizonyítani, hogy ő nő, akkor ő azonnal $1 millió szerződéssel elindítja őt a profik között. Nem jelentkezett. Hát hogy? Hát akkor kéne bizonyítani. Hát egyébként a 2022-es döntés, ugye mi akkor még nem zártuk ki, mert amikor én megkaptam... Az is ott van, hogy abnormális. Így van. Tehát ő születési rendellenességgel született,
Tehát ő nem egy olyan férfi, akinek farka van. Nem, azt nem tudjuk, tehát mi nem egy látványtesztet végeztettünk el, hanem egy genetikai tesztet, amelyben az XY-kromoszómáknak a számát, meg a mennyiségét. Tehát a nőknél ezzel nincs gond, mert ott kijön, hogy XX a kromoszóma állomány, és ott nem, tehát én nem vagyok genetikus, én csak a orvosi bizottság által megrendelt, meg az általunk megrendelt és megkapott anyagokra hagyatkozva jelentettük ki, hogy ő nem felel meg az IBA akkor már elfogadott indulási szabályzatának. Egyébként ez is egy elnökségi döntés volt, tehát Tóth Zsuzsa, aki még mindig elnökségi tag, ott volt ezeken az üléseken, és ő is látta ezeket az eredményeket, hogy mi kizártuk őt a versenyből, és erről őt is értesítettük, és mindenkit értesítettünk. Tehát ő ennek a ténynek a tudtával indult el a nők között, hogy őt egyébként az ökölvívás sportágában soha többet nem látod majd a nők között versenyezni. Valószínűleg a következő olimpián sem, mert addigra már valószínűleg, ha ott lesz egyáltalán az olimpián, addigra már az IOC sem fog ekkora hibát elkövetni. Tehát ők is, ha nem valamelyik világszövetségnek adják a rendezési jogot, akinek a szabályzatában ez benne lesz, hanem esetlegesen ők rendeznék, akkor biztos erre oda fognak figyelni, hogy ilyen többet ne fordulhasson el. Hú, de izgalmas. És akkor most mi a következő célom? De jó, te bédeltünk. Nagyon, nagyon köszönöm. Következő célom? Nem tudom, mikor kerül ez a beszélgetés. Jövő péntek. Akkor még bőven a Ökölvívás Szövetség választása előtt leszünk. Nagyon régóta kritikus hangvétellel illetem a magyar ökölvívást, és most remélem, hogy végre megkapom a lehetőséget, hogy bizonyítsak, hogy hogyan lehetne itt Magyarországon egy olyan struktúrával dolgozni, egy olyan felépített ökölvívó rendszert működtetni, amelyik visszahozza az ökölvívásnak a helyét a magyar sportban, oda, hova való. Tehát most a Luca és a Ricsi 2/5. Helye egy kiugró siker, de mögött nem egy jól összerakott gépezet dolgozott, mert azért valljuk be, az utolsó időszakban már nem volt elnökség, volt egy ügyvívőtestület, amely ügyvívőtestület egyáltalán nem tudott mit hozzárakni ehhez a felkészüléshez. Hogy ne csak 5. helyen rendelkezzünk, hogy az ökölvívás ne csak úgy legyen közbeszéd tárgya, hogy a Starbox miatt, hanem azért, mert hogy itt rendszeresen box élet zajlik, hogy itt Budapesten is és vidéken is a szakmai feltételek meglegyenek, és a szakmai feltételek eredményezzenek egy olyan box életet, azért rengeteget lehet és kell is dolgozni, és nem egy lemenedzselhetetlen történet. Ahogy mondtam, én sok kritikával illettem az előző vezetéseket, és abban reménykedek, hogy ezek a kritikai megjegyzéseim adnak elég erőt ahhoz, meg ráébresztették a magyar boxtársadalmat arra, hogy itt, de most már tényleg komoly munka szükségeltetik, és nem a politikai oldalt kell nézni, vagy nem a bevételi oldalt kell mindenféleképpen nézni, hanem azt kell nézni, hogy ki alkalmas erre a feladatra. És ezt ki fogja eldönteni? A közgyűlés. Ők szavaznak. Tehát ez a... És kikből áll a közgyűlés? A klubtagok. A klubok. Hát erős vagy? Hogy érzed? Én úgy érzem, hogy megvan a megfelelő támogatottságom. Most jelenleg nem látok olyat, aki szakmában többet tudna erről a sportágról. Hát én 40 éve benne élek. Hát látom, meg most a mostani beszélgetésünkből is kiderült, ezért hogy nagyon toppon vagy. Meg hát elismert vagy. Nem csak az, hogy ismert ebben a szakmában, elismert. Amikor a Roy Jones Juniorral közösen ebédeltünk, akkor megölelt, és úgy mutatott be, hogy a barátom Coco a sajtónyilvánosság előtt óriási dolog, egy amerikai. Talán én azt gondolom, hogy ő a legeredményesebb boxoló a világon. Tehát ő amit elért, az több, mint amit Mike Tyson. Tehát nem tudom, hogy két súlycsoportban többszörös világbajnok, elképesztő a pasi. Szóval, és úgy mutat be téged, hogy a barátom. Nekem meggyőződésem, ennyire Zoli szokta sokszor mondani, volt rá példa, hogy Floyd Mayweather megállt egy sajtótájékoztatón, és odajött hozzám és átölelt, meg az Oscar dalolja, meg egy csomó. Tehát azért az én nevem külföldön, meg az én szakmai hátterem külföldön az egy nagyon nagy kredit. Tehát most is kint voltam Svájcban, nem is olyan rég, és a egykori munkatársaim, vagy a World of Boxingnak a jelenlegi főtitkára, tehát úgy kezelnek, meg úgy tekintenek rám, vagy most Bernben voltam egy boxgálán, és tényleg úgy kezeltek ott, mint a sokkal nagyobb a presztízsem külföldön, mint itt Magyarországon. És elmondhatom magamról, hogy eddig, amit én kreáltam, és most nem csak a Starbucksról beszélek, hanem azért volt nekem rengeteg, te is csináltam egyszer egy boxgálát veled is, emlékszel. Tehát én azért, amit csinálok, azt én magas színvonalon és a maximumot kihozva belőle teszem, és ezt a magyar ökölvívás igaz, hogyha én megkapom a lehetőséget a bizonyításra, akkor én a hozzám, hogy rám jellemző maximális odaadással a maximumot akarom kihozni belőle, nem elengedve egyetlen gyereket sem a veszentőbe, hanem amit ebből a sportágban benne van, már pedig rengeteg van, de akár
akár társadalmi szinten is rengeteg, tehát a szegény sorban élő gyerekek felzárkóztatásától kezdve a roma közösségeknek a sportba való integrálásán keresztül, az oktatási modellen keresztül sok-sok minden hagyunk ki úgy, hogy közben meg az állami költségvetés iszonyú pénzeket bocsájt rendelkezésre. Tehát a magyar ökölhívás éves szinten az elmúlt 14 évben, nem is tudom, ilyen 1 milliárd forintot zabált fel eredmény nélkül. Tehát ez a pénz, ami eddig a magyar ökölhívásba beleömlött mondjuk 10 milliárd forint az elmúlt 10-valány évben, nem hasznosult. Tehát ezt én nem tudom elfogadni. Hogy ennyi pénzből, hát mi annak idején, ennek a töredékéből csináltunk világsikereket. Ebből a pénzből olimpiai bajnokokat kellett volna nevelni. Hát a tehetségkérdés, és te is ezt mondtad. Az mindig van. Szakértelem és tehetség. Az mindig van, ez mindig van. Hát ebben a sportban, hát mi egy box nemzet vagyunk. Most lehet, hogy a Starbucksnak köszönhetem, de tele vannak az edzőtermek gyerekekkel. Minden szegény sorban nevelkedett, minden roma gyerek, minden olyan srác, aki ki akar törni, vagy egyszer megnézni. Hát nem, motivációs filmnek a 90%-a ökölvívásról szól. Nem? Tehát a legmotiválóbb közösség, a harc, a küzdelem, a kitörés, ez az ökölvívás. Tehát ezt meg kell ragadni, ezt fel kell építeni. Nagyon sok ökölvívóval beszélgettem. Az, hogy valaki diplomás legyen, ilyen szókincsen rendelkezzen, ilyen szinten legyen művelt és tanult, mint te, ez egy az ezerből. Ez nyilván nem alapvetés, elvárás lehet, de ez egy hiú ábránd. Ez lehet, de a törekvés, a cél, hogy ez a közeg is a maximumot hozza ki azokból a gyerekekből. Ne csak sportban. Tehát ez nagyon sokféle ilyen pályamodellt meg életutat mutatnak be sportágakon keresztül. Mi lett volna belőle, ha nem sportolt volna, és mi lett belőle, ha sportolt. Tehát az biztos, hogy több lesz a sport által, olyan képességei, készségei, amelyeket aztán a civil életben is tud hasznosítani. Amire nagyon kell vigyázni, és nagyon kell figyelni, és ez nagy bajnokainknál is előfordult, hogy amikor véget ér a sportolói pályafutás, egész végig ott van az ernyő alatt, és amikor kilép az ernyő alól, akkor elveszik, akkor elengedik a kezét, akkor nem menedzselik megfelelően. Hát viszont, ez a labdarúgóknál is így van. Ez minden sportban így van. De most már vannak ilyen párhuzamos karrierépítések, hogy már a sportolói pályafutás alatt. Tehát nekem az volt a szerencsém, nem tudom, mi lett volna belőlem, hogy mondtam, gyerekkorban ugye beszéltünk róla Erzsike néni, aztán a sportban az edzőim, aztán a sportpályafutásom közepén az, hogy akkor éppen a 90-es években a sporttámogatás nem ért el azt a szintet, amit mondjuk én magamnak egzisztenciálisan akartam volna, tehát a fizetésem volt 7-8 ezer, és akkor már megszületett a Bence fiam, és laktam a feleségemmel egy viszonylag kis lakásban, és én többet akartam, ezért elkezdtem dolgozni. Tehát én 92 és 96 között, miközben olimpiára készültem, én napi 4-6 órát dolgoztam. Mint mi? Először egy ilyen kötödébe dolgoztam a súlyokat, körkötőnél súlyokat pakolgattam a körkötőgépre, aztán kubikoltam is, a Szilvási Lajos olimpiai bajnoknak, a fiának mentem mindenfelé kubikolni, és aztán a végén 94-től a Dámosi Zsolt barátomnak volt egy A+ Informatika nevű cége, oda mentem először marketingasszisztensnek, aztán éltem a marketingvezető, hát 96-ban az olimpia előtt, 3 hónappal még az IFABO nevű nemzetközi számítástechnikai vásárra készítettem fel a cégnek a standját. Ez teljesen normális. Aztán 96 után már nem dolgoztam, de 96-ig én úgy készültem az olimpiára. És ez nekem egy nagyon fontos dolog volt, mert megtanultam dolgozni. Aztán amikor befejeztem a pályafutásomat, gyakorlatilag egy csomó mindennel, addigra már elvégeztem az első évet a főiskolán, azóta már van 3 diplomám, 2 sporttematikájú, 1 pedig közgazdász diploma, és én világéletemben dolgoztam. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy meg kellene tanítani a sportolóknak azt, hogy igen, ez egy nagyon jó, és hogyha nagyon ügyes vagy, lásd Hosszú Katinka, vagy egy akár Milák Kristóf, hogy olyan gazdasági háttérre tesz szert, vagy olyan népszerűségre tesz szert, hogy ez az élete végéig kitart, de a legtöbb az nem ilyen, tehát egy kajakos, a kajak négyesben egy hátulülő hölgy, aki ugyan kapja majd az olimpiai járadékot, de nem ártana valamit kezdeni magával az életben, fontos, hogy már a sportolói pályafutás alatt is készüljön arra, hogy egyszer majd ki kell szállni abból a hajóból, és akkor hétfőn már nem kell menni edzésre, de akkor hova menjen? Mit csináljon? Az, hogy bejön oldalról a pénz, az egy dolog, az olimpiai járadék, de annál sokkal fontosabb, hogy mennyire tudod magad leterhelni, lekötni, milyen olyan feladatokat hoz eléd az élet, amit meg akarsz valósítani. Ez egy nagyon, és ebben az ökölvívásban meg aztán főleg fontos, mert itt aztán az van, hogy itt befejezik 30 évesen
jó esetben mindenféle komoly sérülés nélkül, és még az életre nyitottan, de hirtelen rájönnek, hogy semmihez nem értenek, nem beszélnek nyelveket, nincs szakmájuk, mi lesz belőle? Kidobó? Bizonyos szocializációs, illetve edukációs problémákat otthon kell kezelni a szülőknek. Olyan közegről beszélünk, ahol, amely közegben nem ritka, hogy a szülő nincs is otthon, mert éppen a 6 éves börtönbüntetését tölti. Olyan közegről beszélünk, ahol ezek a gyerekeket kellene kiemelni valahogy abból, hogy az a közeg, ahol ők felnőnek, akár a Pongrásztelep is ilyen volt, az a közeg, ahol én felnőttem, az inkább lefelé húz, mint felemel. Érted? Tehát van egy olyan, hány ilyen film készül már? Hát rengeteg ilyen film készül. Értem, hogy de nem várható el egy edzőtől az, hogy ő, micsoda, ő egy a pedagógus, és a szülő szerepét is betöltse. Ez a legfontos. Bárcsak így lenne. Hát hogyne. De ezt nem tudod kivitelezni. Tessék? Nem fogod tudni kivitelezni. Fogadjuk. Adja Isten. Hát ilyen, ha nem tudunk, tehát ha nem tudjuk a nevelést, hát de ez egyébként az összes többi sportágra igaz, hogyha a nevelésnek megáll azon a szintjén a nevelő munka, hogy a sportági szakismeretet átadom, akkor én egy képző vagyok, és nem egy edző. Akkor én őt képzem valamire, de egyébként nem foglalkozom az egyéniségével, nem foglalkozom a magánéletével, hát akkor nem is tudok. Hát az ökölvás az pont az a sport, amikor én bemegyek a szorítóba, nagyon nagy az idézőjel, de az életemet teszem kockára, és senki másra nem számíthatok, csak magamra, meg arra a bácsira, aki ott van a szorító sarokban, aki nekem az öcsi bácsi volt. Ha benne nem hiszek és nem bízok, akkor nem is tudok bemenni. Tehát mi ketten vagyunk egyek, és hogyha ez nem alakul ki, ez a kölcsönös kapcsolat, már pedig ha csak időt mér nekem, és az edzésanyagát adja át, és nem foglalkozik az én életemmel, nem ismeri a baráti körömet, nem ismeri a családomat, nem próbál megmenteni a veszélyektől, nem figyel oda a tanulmányaimra, akkor nem fogja elérni ezt a státuszt, akkor nem lesz a mesterem, akkor nem lesz az apám. Hát ez minden gyerek. Most is a Starbucks egy fantasztikus dolog. Kérdeznek bármelyik celebet, hogy mit gondol az edzőjéről, mit gondol a Lara vagy a Rácienő mondjuk a Dobrádi Zsoltról, vagy a Bras Bence mit gondol a Frólis Laciról, vagy bármelyik. Hát a ódákat zengenek róluk, hogy ők ilyen csodálatos embert, hogy ők olyan szinten hisznek neki, és hogy megváltoztatta az életemet, és hogy neki köszönhetek mindent. Ez egy kicsit ilyen Stockholm-szindrómás eset, hogy a fogva tartotta a fogva, de ez így van. Ez így van. Az ökölvás az lehetőséget ad arra, hogy egy emberbe olyan hittel fordulj egy ember irányába, aki itt edződ és mestered. Most ennek az edzőnek és ennek a mesternek fel kell készülni erre a feladatra. Ha nincs felkészítve erre a feladatra, és ő maga nem képes erre a feladatra, akkor nem tudja elvégezni ezt a munkát. Hát így legyen. Egyrészt nagyon drukkolok neki, másrészt pedig nagyon nagy élmény volt beletölteni ezt a napot. És jót az életet. Kifejezetten köszönöm, meg tényleg minden, mert nagyon jó volt. Köszönöm magam. Köszönöm. Jó éjszakát. Köszönöm. Nem voltak elvárásaim, amikor megérkeztem, nem voltam felkészülve semmire. Ez nagyon furcsa, mert a médiában eltöltött, mondjuk azt, hogy 30, lassan 40 év, 18 évesen adtam életem első interjúját, tehát akkor mondjuk 35 év, ez felvértezett azzal, hogy én úgyis arról beszélek majd, amiről én akarok. De szerencsére Péterrel meg ismerjük egymást annyira, hogy nem tett fel olyan provokatív kérdéseket, amivel nagyon megzavart volna. Ezért egy jó hangulatú baráti beszélgetésé ment át. Egyszer mértük össze az erőnket biliárdba, azonban is én voltam a jobb, úgyhogy nagyon nem zavart meg semmi. A kaja is jól sikerült. Én úgy éreztem, hogy bár ismerik egymást elég régóta, azért az első fél-egy órában tartotta a távolságot. De a végére nagyon-nagyon jó hangulatú, nagyon őszinte és nagyon baráti beszélgetés lett ebből, és ennek a formátumnak ez a lényege, hogy ez egy rövid félórás interjú lett volna például a Frisbee-ben, egészen más okot láthattak volna a nézők viszont, mint most, így, hogy eltöltöttünk egymással fél napot. Szóval én nagyon élveztem, nagyon tanulságos volt, és hát ez a kaja pedig fantasztikus.